Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra múlt, 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, péntek van. Hello, Feri, hello, Jani! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és a hét utolsó napján még nem kánikulában. Eddig hideg volt, most a meleggel riogatnak bennünket, hőségriadóval. Bizony. És egy újabb hőhullámmal. Azt mondják, hogy a negyedik lesz ebben az évben. Bizonyám. És ezt nagyon kiszámolja. Vasárnapra, vagy uh-huh. Más, nem, jövő egy szerdától lesz igazán kemény, szépen igen. Fokozatosan melegedik. Ma még nem annyira, délután már jön, uh-huh. És aztán majd szépen, utána lassacskán érkezik. Én ma reggel már rákacsintottam azért megint a kaprinadrágomra, hogy kis térnadrágba jöjjek, aztán kijöttem a kutyát pisilni, és rájöttem, hogy nem, azért ez még túlzás. Kaprinadrág. A kaprinadrágom. Az mi ez az a hát kis... ez a picit térd aláérő. Ja, térd aláérő. Aha. A térd és a boka között? Így van. Ja. Így van. Azzal szemezel? Aha, igen. De nem Felének rövid nadrág, nekem kaprinadrág. Kinek hogy? Kinek hogy így hozban. Kinek te, a héten pedig volt térnadrág. Voltam. Meg is bántad. Igen, picit, igen. Igen, nem az élménytől voltam libabőrös, hogy megint meghalottam reggeli nyikkelbeket, hanem attól, hogy az minden reggel van. Picit hűs volt. Viszont hűs nálad volt azért jó ez a térnadrág, mert rövid nadrág, mert önmagadban vagy egy ilyen fényvisszaverő. Az. Hogy hívják? Az. Olyan fehér a lába, Janinak. Fényképtelen hogy, vagyok lebarnulni. Igen, hogy megy az úton, és az autók nem ütik el, mert olyan visszasugárzás van. Konkrétan. Mint a frissen eszelt fal, nyugodtan. Ki lehet mondani egyébként. Én nem tudom, hogy mi a fenéért van ez, hogy gyakorlatilag van, aki úgy pigmentált, mint például én, hogy deréktől lefelé képtelen barnulni, de hogyha pucéra járnék reggel, estig, vagy egy ágyékötőbe, vagy pedig egy ilyen, hogy hívják, az különböző afrikai törzsekre jellemző ilyen kis igen, vagy ilyen, hogy hívják, a szerszámtartóba, és semmi más nem lenne rajtam, akkor se tudnék lebarnulni. Én nem tudok. Nem, fene se tudja. Egyszerűen nem megy, nem működik, aha. Én már próbáltam mindent. Volt egy időszak, amikor sörrel kenegettem magamat, mert hogy állítólag az rettenetesen jót barni. De napra mentél? Ja, azt nem. De, hogy nem, persze, természetesen oda is mentem, és így próbáltam így kényszeresen barnítani magam, és egyszerűen nem megy. Deréktől lefelé én nem barnulok. A fene se tudja, hogy miért. És deréktől fölfelé, igen? Hát a fejem az lesül, meg mit tudom én, az alkarom az leszokott sülni, de hogy így annyira nem jellemző. De viszont deréktől lefelé ez valamiért nálam nem működik. Egyszerűen nem tudom, mint hogy két emberből rakta volna össze. Lehet írni, hogy kukából és szendéből. De mondod te magad. De hát ez, hát ez megelőzve a bajt. Igen. Hol van a Laci? Mi újság van? Ott van ő. Már meg is érkezett. Ahogy csak ki kell gondolnod kell valamire, és az meg is történik. Ahogy kimondta. Laci viszont rettenetesen jól barnul, és ahogy észrevettem, Feri is. Én szeretem, én kedvelem ezt a kis napsütést, valahogy megbírja a bőröm. Kirajzolódik minden izom. Alul is, ha viccelsz. És az azt fedő zsírborítás is. Mi már vigyázhatunk rá, mikor. Valamelyik nap láttam egy olyan úriembert bánkon, egyszerűen megdöbbentem tőle, de a család összes tagja is, hogy kijött, és így hirtelen arra gondoltam, hogy pakisztáni, vagy nem tudom, valamilyen más nációhoz tartozik, de nem. És ismeritek csak... ezt a típust, aki bármit csinál, barnult tőle. Van két nagyon jó barátom, ők például versenyt barnultak állandóan. Tehát amikor voltunk hogy egy közös nyaraláson, nem sok volt belőle sajnos, de amikor voltunk, akkor az arról szólt, hogy mind a ketten, ahogy a nap fel kell, abban a pillanatban mind a ketten rohantak ki a kis gyékényükkel, és kifeküdtek, és versenyt barnultak egymással. És élnek még egyébként? Igen, mind a ketten. Két ilyen kis összeszáradt öreg ember nagyon kell, öregíti, mint két mazsola. Nagyon öregíti a bőrt állítólag. Azt mondják. Azt nem bírom, hogy kifeküdni a napra. Tehát az, aki reggel lemegy a strandra, kifekszik, és ott fekszik egész nap a parton, és ettől negyeddel fordulunk, anya eltelt egy óra, még egy negyeddel, hogy mindenütt barna legyél, hát azt a nyaralást el nem tudom képzelni. Hát meg most már, hogy Balázs is mondja, azért nem veszélytelen a dolog. Kifejlesztettek egy olyan applikációt, illetve nem applikációt, de gyakorlatilag egy ilyen szenzorról van szó, azt hiszem, egy ilyen magyar fejlesztő csoport találta ki, hogy ide csippented a kis alsónadrágodnak, vagy mit tudom, fürdőnadrágodnak, vagy fecskének ki mibe szokott napozni, meg fürödni az oldalára, és jelzi neked, hogy oké, mára megvolt a penzum, lehet bemenni. Aha. Hát akkor az délben azonban sípol, mi? Tök okos, igen.
De miért nem tudsz ránézni a telefonodról, hogy mennyit voltál ki? Hát ez picit ilyen. Ez olyan, mint amikor vannak ilyen hidratáló appek is. Egy kedves hallgatónk ajánlotta valamelyik, amikor panaszkodtam, hogy én nem fogyasztok elég folyadékot, és emiatt azért kicsit félek a stroke-tól. Ajánlottam, utána néztem a dolognak. Tényleg van ilyen, hogy megveszed a kis kulacsot, tudod, mert hogy külön kulacs kell, hogy már bármilyen kulacsból nem lehet inni. Ilyen bácsis beszélgetés, ez a félek a stroke-tól, nem? Ilyen paperek tolják, nem? Igen, a 10 éve még olbulisztál részek, itt mondod, nem iszom elég folyadékot, félek a stroke-tól. Ez van már rám is, egy pár év múlva már. Applikációkat fog beállítani, mert félek a stroke-tól? Úristen, mintha egy nyugdíjas otthon beszélgetésen. De mi történt? És a derekad, az ischiász. Én a dialízistől nagyon félek a kutyapályát. Lejtettél valami, de nem, csak nem tudok felállni. Mert azért vagyok derékszög. Mint esetre van egy ilyen app. Ami szól, igen, hogy így áll vizet. Hogy így áll vizet, hogy fogyasztál. Picit olyan az egész egyébként, hogyha megfigyelitek, hogy ezek a különböző ilyen applikációk, ilyen telefonos applikációk, mint hogyha nem is tudom, hogy szerintem egy teljesen jogos félelem, hogy elbutítják egy picit az embert. Mert hogy erre egyébként magadtól is gondolsz, nem? Azért nem hiszem, hogy mindenkinek annyira sűrű a napja, meg annyi mindenfelé, meg ezerfele kell figyelnie, hogy erre például nem tudna odafigyelni normál esetben. De szerintem azért pont jó egyébként, mert hogy ugye nem vagy szomjas, nincs szomjúságérzeted, és el is felejted, akkor iszol már legtöbbször, ha szomjas vagy. És az már a végső kiszáradása a szervezetnek, azt mondják, amikor jelez, hogy ő szomjú, vagy szomjas. És ugye akkor azért jó az applikáció, mert vagy valahol eszedbe se jut, nem érzed, nem mész be inni, nem jut eszedbe, viszont ő szól, hogy most így áll, bár ingered nincs rá, hogy így áll. Tehát ez mondjuk egyébként pont egy nem egy annyira rossz dolog, mert egyébként csak akkor is szól, ha szomjas vagy. Igen, csak közben meg van 10 másik applikáció, ami 10 másik dologra figyelmeztet. Tehát applikáció. Hát igen, kérdés, hogy ki mit tölt le, igen. Nálam például az applikáció Robi a szomszéd. Robi a szomszéd az applikáció, tegnap is hazamentem, és átkiabált. Nem iszok egy fröccsöt. Tényleg. Hát mondtam, hogy de Robi, érted? És akkor nincs az, hogy szomjas vagy. Megisszuk a fröccsöt, azt jó. Humán szoftver. Ennyi, humán szoftver. Mi így vagyunk. Feri! Iszunk egy fröccsöt, de hogy nem. És nem kell hozzá a telefon, nincs, hogy ne vagy feltöltve, mert őt, Robi mindig fel van töltve. Robi mindig. Illetve hát nem, hát mert jelzi, hogy nincs feltöltve. Te szól, megyünk és nem? Már töltünk tényleg. Is. Humán applikáció. Ez abszolút rendben van. Jó az, kell az. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy tegnap Bali, képzeld, volt szinkronúzás, vegyes páros döntő. Eljött a vég, a kanadai versenyző megér egy rápillantást. Na majd megnézzük. Kíváncsi. Na most, ha a vegyes várjál, mert akkor ott azért lehet bármi. Tehát, hogy melyik a vegyes párosból a kanadai. A férfire gondol. Igen. A férfire gondol. És hogy, ami, hogy az a vicces, mert ugye a női szinkronúzás az sokszor van, de hogy a vegyes párosban ugye a férfi az, aki... Aki kihívásnak számít. Szentendrén a rendőrsége szemben drága fotók készülnek. Remek reggel van, ma is meg lehet fagyni. Gulyás Laci küldte ezt. Nekünk Gyöngyük utca 16 fok, Rákospatak mellett Bringau trafi és hatóság mentes. Ezt Miki küldte. Köszönjük szépen. Na, azt mondja Zoli, hogy sok kutya ütő után már egy erősebb ellenféllel kéne kiállni. Hát, játszunk egyet. Keressük. Mi keressünk, hát ez rajtatok múlik, hogy jelentkeztek-e, igen. Ez rajtatok múlik. Hogy állunk egyébként? Hát 4-0. Viszonylag jól. Hasítunk. Ez elég jó ez a hét. Viszonylag jó. Ebben beszélünk már még arról a szinkronúszásról? Hogyne, hát megnézzük a kanadait. Jó, oké, jó, mert hogy hívják, én is valamelyik nap elkezdtem elemezgetni ezt a sportágat, és hát azért egy nyilván vannak az embernek fenntartásai a dologgal kapcsolatban, mert elég fura, hogy így fogalmazik, de azért basszus hihetetlenül összetett. Tehát, hogy azért lenyűgöző, hogy mit csinálnak ezek a jányok, illetve most már srácok, illetve lányos srácok a vízben. Mert azért tudod, mikor vegyél levegőt, hogy egyébként milyen mozdulat, mit kell csinálni lent, hogy fönt az jól nézzen ki, hogy tudsz kijönni. Borzalmasan összetett az egész. BVSC-ben láttam egyszer edzést, hogy a srácok voltak úszni, mellettünk lévő medence, és akkor mondtam is nekik, hogy most már ti ügyesen le tudtok oda menni, mert apának ott van dolga a másik medencénél, mert elég jó volt a felhozatal, és az edzőnéni egy ilyen, mint amikor így két kanalat üt össze a hátoldalával, ilyen nagyon csattogosan, ugyanis a víz alatt nekik hallani kell a tempót. Uh-huh. Tehát az is marha nehéz, hogy te nem hallod a zenét, mikor lefordulva ott próbálsz túlélni, és akkor edzőnéni üti a tempót keményen, az állítólag a víz alatt is hallatszódik, megbeszélik előre a koreográfia nyilvánvaló, és akkor utána ő végig csattogja, följönnek, és akkor jön a lecseszés, hogy te nem úgy emelted a lábad. Hát de ott azért milyen küzdelmek lehetnek az első néhány évben, nem? Hogy, Katiká, olyan szép volt az, hogy én nem is tudom, hogy onnan vetted ezt az elemet, de nagyon-nagyon jó, hogy Jucinél elfogyott a levegőm, kapáloztam.
Gyerekek, ebben nem az a legnagyobb, hogy ők hallanak, vagy nem, hanem hogy férfiak elmennek szinkronúzni, szóval, hogy itt kezdődik hát szerintem igazán a probléma. Mert az, hogy most persze értem, hogy nehéz a lábat egyszerre mozgatni, meg minden oké. Okay. De azért azt tényleg, az magyarázza már meg valaki, hogy egy férfi miért megy el szinkronúzni. Mert tehát, a kihívás az összetett dolgokat. Miért borotválja le a lábát mesztelenre, miért csupasz az egész teste, miért gyantáztatja magát, és miért úszik 40 kilókkal egy orcsipesszel az órán 40 kilós nőkkel. Tehát, hogy tényleg, én értem, hogy fontos az is persze, hogy most hogy mozgatják a lábukat, meg minden, de ebben szerintem igazán az a fontos, hogy mit csinál egy férfi a vízben, mint szinkronúszó. Vagy a tutiban, csak mondom. Persze, az a férfi nem annak, annak a férfinek nem ott van a tuti, hidd el. Tehát, hogy az nem azért ment ott van. Nem azért van, nem azért. Milyen tutiban? Deszka mellű, 140 centis, egyébként lánytestű gyerekek, ez a tuti? Mi van? Nem, azért. Hát egyiknek nem tudom, hogy néztél, juniort néztél. Én nem tudom, én láttam szinkronúszókat, hát vagy a fürdőruha nyomja le, vagy az összes ilyen gyerektestű, ilyen kis csipeszel az órukon, nem tudom mennyire tuti. Akkor másra indulunk. Ha. Nekem kevésbé. Kevésbé tuti. Van ott egy, van, hát nem egy-két. Hát az én nagymerű szinkronúszó nőt például még nem nagyon láttam. Mindegyik olyan, mert mint egy tizen. Úsznak. Az de az. Valószínűleg ezért, igen, vagy nagyon komoly hátrány ennek a sportágnak. Az lehet, vagy kismellű nőket vesznek fel, mert egyébként nincs baj, csak a fene se tudja, nem tudom. Nekem úgy valahogy van. Ez a csipesszel lenyalt haja, full sminkben, a víz alatt ez hat szemed van, négy, ki van rúzsozva a szád, brutál ilyen oroszos mint van rajta. Minden hegymászó tudja, hogy nem a hegy a lényeg, a csúcs. Tehát, hogy most... De legyünk egy picit válogatósak, nem? Hát nem kell mindenhova odaérni, ahol egyből nő van. Hát 40 alatt még hogy... megteheted. Tessék? 40 alatt még megteheted. Mondhatjuk, hogy ez igen, ez egy kicsit kevésbé. Hát azért, mert nő meg fürdőruhában van, akkor nem kell egyből azt mondani, na most odaérünk, mert de jó. Mutassatok egy jót, aki tényleg csinos, jól néz ki, magas, hosszú lábú, hosszú combú, napbarnitott, állandóan vízbe vannak, nem barnák, nincs csipesz az órán, és nincs brutálisan elsminkelve. Na, a képeket, a kanadait is, a női válogatottat, kíváncsi vagyok tényleg. Én, amikor láttam, én nem találtam benne szépet. De még a nők szempontjából se. Hát viszont olyan mozgáskultúra van, hogy az azért oké, az persze, az megvan egy balettosnak is, meg megvan egy, nem tudom, egy műlovarnőnek is. Hát rájuk sem mondanék. Műlovarnőnek. Igen, egy műlovarnőnek is, egy RSG tornász, illetve egy rúdtánc világbajnoknak, mert úgy mozognak azok a csajok, hogy megőrülsz. Tehát, hogy... Na, nincsen kép? Keresem. Mert ha megvan, akkor fölmutatom. És a férfiaknál ugyanúgy elvárás ez, hogy akkor meglegyen az angol spárgal. Hát persze. Hát itt ez a baj. Ez a baj. Szóval nincs baj nekem a nemek közti átjárással, de azért egy férfi valamennyire maradjon férfi. Nem? Legalábbis játssza el. Vagy minimálisan. Igen. És itt most nem a nemi identitásról van szó, mert ezt nem is akarom belekeverni, csak hogy tényleg 6 évesen, 8 évesen azt mondja, hogy apa, na, foci, rögbi, baseball, mi? Szinkronusz. Szóval azért ezt így gondold el. Tehát gondolj, ott állsz, te szülőként leforrázva, hogy focisznál a gyereke. Apa, meglátok egy medencét, azonnal fogom a kis orcsipeszemet, és megyek spárgázba. Hát mit tudom, mi nincs napon az általános iskolában cságáncs oktatás. És ja, igen, szóval, tudod, hogy így... Akkor szinkronuszás van. Tudod. Ott azért megnézném apukát, anyukát, hogy miféle tájolás miatt ment a gyerek férfiként szinkronuszónak. A kanadai szinkronuszó. Tájbox, birkózás. Szinkronuszás. Igen, most megyek fel, dolgom most minket. Szóval, hogy a fene se tudja. Lehet, hogy csak velem van a baj, nem tudom. Az nekem egy kicsit fura férfi szinkronuszó, de erre már beszéltünk. Igen, nehéz vele azonosulni, amikor azt hallod a lelátáról, hogy Istenem, hol lett a csillámporos tégelyem? Igen, hát így Zevenek van fiú gyereke, valahogy nem ezt képzeli el. Na, megmutatjuk, mivel foglalkoztunk tegnap, ugye a szerb lottó sorsolást elemezgettük, hogy csalás, nem csalás. Azt mondtátok, hogy Murphy, én azt mondtam, hogy szerintem gyanús. Ugye egy picit itt megvitattuk, mindenki felsorolta az érveket, hogy csalhattak, vagy nem csalhattak. Ugye nagy balhé van. A feliratozó elírta, vagy rossz számot húztak, minden esetre előbb írták ki azt a számot, mint ami jött, mint ahogy megjelent volna. Kihúzták a 21-est, kihúzták a 27-est, kiírták a 21-est, utána volt nagy kavar, majd végül ugye megérkezett utána a 21-es. Szóval, Isten hogy hát fura. Fura. Az egy igazságszolgáltatás, majd kiderül egyébként nyilván. Hogy derülhetett ki. Ki a unyó. Majd kiderül, hogy derülhetett ki. Igen, csak ha a rendőrség is állami, a szerencsejáték is állami, akkor mi a fene derül ki, érted? Hát szóval, hogy azért ez itt is tudjuk, hogy itt se lenne más, hogy nem. Tehát vizsgálódik a rendőrség, oké, de hát egy állami cégről van szó. Hogy is a műsorvezető kislány viszi el a balhét. Szegény, hát ő mert próbálta menteni a helyzetet és mindent csinálni. Úgyhogy a lottóbotránnyal foglalkoztunk, ezt gyorsan meg is hallgatjuk. Jó, ha valaki esetleg lemaradt róla tegnap, és ha valaki játszana, akkor írjon nekünk SMS-t, mi pedig jövünk Ákos hírei után, majd de előtte az ismétlés után.
Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét van, pontosan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hát igen, dönts el mindenki, hogy csalás vagy nem csalás, érdekes volt minden esetre a kis videó, ami már ugye bejárta az internetet, és hát kérdés, hogy hogyan folytatódik az ügy, sok minden nem fog kiderülni. Nem? Hát ahogy mondtad, mivel minden állami kézben. Így van, nem nagyon derülhet itt ki semmi, minden esetre érdekes volt azért ez a kis lottos sorsolás. Még ha lehet, hogy Murphy is volt, így van. Na, azt mondja, hogy jelentkezni lehet akkor játékra, ahogy mondtuk, jó. 4-0 van, ami azt jelenti, hogy a hetet hoztuk, de hát egyéni ajándékcsomag még lehet azért egészen nyugodtan. Úgyhogy ha valaki, ha ma megver bennünket, akkor még azért ajándékcsomagot kaphat. Csak hát a heten már nem lehet változtatni. Meg hát nem lesz könnyű. Tehát 4 nyert után, érted? 4 nyert után, igen. 4 nyert után nem könnyű, de hát ha emberünkre akadunk és elláspángoltok bennünket, lehet jelentkezni játékra. Jó, úgyhogy várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 6:51, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Dunakeszi Kossuth úton a Fót felé tartókat fotózzák, a völgynél tessék lassítani. Aztán Egyesült úton Budapest felé a 45-ös kőnél Tatabánya után a Birka csárda parkolójában nagy ellenőrzéses, kamionos, súlyméréses őrület. Ádám küldte, köszi. Bécsi út, Pilisvörösvár felé a Selk út után egy rendőr a kamerát átölelve alszik egy sötét két Skoda Oktáviában. Csak lassan ne ébresszük fel. Ráborult. Így van. A legjobb barát. Kicsit, így van. Csipog a trafi, ha miért? Ha le lehet azt halkítani, oh. Biztos van egy volume gomb rajta. Ki lehet nyomni, igen. Igen. Aztán azt nézem, hogy meg tudom fordítani az állást, és meg tudom nyerni a hetet, a játékos Chuck Norris küldte ezt. Nekünk köszönjük szépen. Nyíregyháza Simai úti vasúti átjáró katasztrófa, minden lezárás 6-8 percbe kerül, ez alatt a várakozó autók 1 kilométeresre nőttek már, mint nyilván a sor óránként. Többször történik ez meg. Kaptuk ezt is SMS-ben. Köszönjük. Na, nézzük meg ki a hét utolsó játékosa, mit szóltok hozzá. Persze. Hét utolsó játékosát, nézzük meg, hogy ki ő, jó? Úgyhogy már itt is van a játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Gyerekek, ez vérszegény volt. Mi van? Hétvége van? Még azt hiszik, hogy nagy az arc. És igen, de... Kegyelem döfés jellegű nevetés elmaradt, ne legyen. Jól van. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, de örülök a lányjátékosoknak, olyan ritkán vannak. Ciao. Hello, mi újság van? Hát egy picit izgulok, de nagyon örülök, hogy végül is bekerültem. Nagyon helyes. Gabikám, honnan hívtál minket? Monorról. És mit csinálsz ott? Dolgozok, éppenséggel. Mit csinálsz? Esztergályozok. Na ne. Férfi szinkronúszók és női esztergályosok. Mi történik a világgal? Hová tart ez a világ? Férfi szinkronúszók, női esztergályosok. Mert a férfi esztergályosok most szinkronúsznak. Igen. Esztergályosnak tanulsz? Nem, de hogy is. Nem. Hát ez ilyen betanított munka, de tényleg pasis meló. De jó, szeretem. És miket esztergálsz? Fémet vagy fát? Fát, hogy lehetne esztergálni? Úgyhogy van, hát nem, hogy lehet. Hát, mi az, hogy lehetne? Hát egy csomó minden fa esztergályos van. Azért hát megkérdezhetjük a páromat, ő asztalos, szóval. Na, hát tuti van. És ott állsz ilyen fekete munkavédén, bakancsba, kék munkaruhába, svájci sapkában, olajos kézzel egy hatalmas eszterga mellett? Vagy csak nyomogatod a gombokat, ez ilyen CNC? Nem, de ahogy is. CNC-re azért még nincs. Jaj, Esztergo, CNC. Ilyet kérdezni. Kivel szeretné játszani, Gabi? Balázs, ahogy írtam az SMS-ben. Írtad? Én már csak annától kapom az infót, nem láttam. Csak a nevedet, meg egy-két dolgot. De jó. Is olvastad. Mit írtál? Melyiket írtad? Hát, hogy szétszedlek jövő héten. Tényleg? Igen. Már most írtad, hogy szétszedsz a jövő héten? Ezt írtad? Igen, tegnap előtt írtam. Ja, tegnap előtt írtad, és azt elküldted ma újra?
Nem, de hogy is. Ma, itt ma, nekünk, ma van egy friss jelentkezés, várjál, jön a főnök asszony. Jó, majd akkor jövő héten várjál, figyelj. Nem könnyű kibogozni. Jaj, jó reggelt, ne kezdjük ezt el, ma jelentkezett. Tehát én a tegnap előtti SMS-ét nem is tudom, hogy mit írt. Ne mondd ezt, Gabi, mert kikapok a hallgatóktól. Mert megint jönnek, hogy előre fölírtam, ma írtalak föl, mert ma jelentkeztél. Igen. Na azért, jó van, köszi. Igen, azért én sértem, itt van egy SMS tőled ma. Igen. De is jelöltem. Igen, ma is küldtem. Na azért, mert itt van. Igen. Aha. Azt mondja, hogy 09-re végződik a számod? Igen. Itt van, itt vagy. Na, megmondom, neked 6 óra 41-kor küldted el. Na igen. Na. Na, jó, van. Jó van, köszönöm, lement köszönöm. A vércukrom. Azért láttam, hogy rosszul vagy, mondom. Igen, na akkor megint az, hogy mert felírod előre, már kedden felírtad a péntekit. Nem írtam föl semmi. Megvan. Hello, szívesen játszani, puszi Gabi, 009. Semmi gond, Anna anyajágon szerb. Onnan jön ez a vonal. Igen. Na kezdhetjük? Van puskája is. Kezdhetjük. Na jó van, figyelj. Akkor Jani. Tritú van fejőr. Várjál, nem találom lehet, meg a gombot ilyen gyorsan, nekem is péntek van, mond. Oké. Tritú van fejőr. Gabi! Halló, itt vagy, Gabi? Itt vagyok, itt vagyok. Kérdezel? Szeretnél? Te kérdezz inkább. Hát azt mondtad, hogy most elkapsz, kicsinálsz, végünk lesz, hát ahhoz kérdezni kell. Na. Akkor... Nehogy passzív legyél, vigyázz! Kérdezz akkor, valamit gyorsan. Kérdezz most? Jó. Vagy inkább hogy most? Hogy van a fiad? Melyik? Mind a kettő. Van fiam. Van fiad. Jól vannak egyébként, köszönöm szépen. Jól vannak. Kicsit keveset alszunk, de egyébként. Egyébként mindenre. Neked van gyereked? Van. Tényleg? Egy. Hogy hívják? Glória? Glória. Dicsőségnév. Atyaisten, mennyi idős? Két éves. Ki az apja, tudod? Persze, hogy tudom. Hogy ne tudnám. Nem lehetett kizökkenteni a játékos még egy ilyen szemét kérdéssel se így a végén. Gabikám, hát egy lassú játék volt az elején. Nagy kapkodás nem volt. Nem voltál túl gyors, de ahhoz több kell, vagy kevesebb, hogy az ember passzív legyen, úgyhogy megadjuk. Na. Nem, persze. Legyen, de jó. Az alig hittem el. Azt hallom angodon, hogy extázisban vagy. Én az a fajta öröm, az elképesztő. Vannak tehát még az a fajta... ezzel páran a hallgatóink közül, akik most ezt alig hiszik el, hogy kaptál ez egy fajta... ajánlói csomagot. Igen, lendület és öröm, ez egyszerűen értetlen. Hát, péntek van, de nehezen indult a nap, viszont imádlak titeket. Na, nagyon. Hát legalább ennyi. Ennyi maradt nekünk, ha már az ajándék csomagot elvitted, de küldjük neked, jó? Jó. Köszi köszönöm. Ciao. Én is köszönöm. Hello. Meg kellett volna inteni, passzív volt? Hát, mit kellett volna csinálni? Hát. Most az nem válasz, hogy hát most igen, vagy nem, vagy hát most... Nem mondtad, hogy nehezen indult, aztán beindult, akkor most mit csináljunk? Elfogadjuk. Igen? Nem, a játékos sem érzi, aki benn van. Tehát ez a kinyírlak, szétszedlek, a jövő héten is megöllek, de már múlt héten is megöltelek, majd egy fél percig nem tudok kérdezni, nehéz ügy. De... Azért, mert nem érzem belülről, azért szoktam én is mindig nektek mondani, hogy passzív, nem passzív, de a saját játékomat nem tudom megítélni, hogy ez most az volt, nem az ja, volt. Hogy te passzív voltál, te nagyon. De voltak már ennél passzív játékosok, vagy passzívabb játékosok. Igen, meg hát többször megmentetted. Gyakorlatilag. De nem tudtam. Nem tudtam kizökkenteni gyereket. Jó, belefér. Jó, meg hát négy után odaadhatjuk. Tényleg, amikor mind a ketten passzívak vagytok, vagy vagyunk, akkor mit csináljunk? Akkor egy harmadik személy. Akkor megkapja egy valaki, aki csak ír egy SMS-t, igen. 2 perc, ha pontosan 7 óra jönnek újra a hírek, küldjetek friss közlekedés híreket, ha van, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, jó reggelt, most még egy picit borongós az idő, legalábbis itt Budapesten, de aztán szépen lassan már mindenhol kisüt a nap, délutára már jön a jó idő, hétvégére egészen szép idő lesz, és jövő héttől pedig tartós kánikula, kérem szépen, aki jövő hétre időzítette a szabadságát, az jó jár, mert tartós kánikula lesz. Aki most jön haza a Balcsira, pedig részvétünk.
Nem tudunk más tenni, csak együtt érezni egyébként, így van. Reméljük, hogy, hasznosan telt a fakultatív program, és hát tudtak menni kirándulni. Szegények, van úgy, hogy az ember rosszul választ hetet, ez most az volt, érdemes talán már ilyen időjárás biztosítást kötni, vagy rossz időbiztosítást, hogy mi ez. Erről sokat beszéltünk, hogy már van ez, nem tudom mennyi, meg hogy milyen kondíciókkal lehet ilyet kötni, de talán érdemes hajt elgondolkodni, hogy beköt egyet, aztán valamennyit visszatérítenek. Csak hát biztos itt is megmondják, az évi átlag középhőmérséklethez képest, ha tartósan, mint plusz-minusz, nem tudom, 4 fokkal alatta van a hőmérséklet, akkor utalnak. De hát ugye ezt nehéz. Hát mindegy, ez van. Megállapítani szegényeknek, igen, nem lehetett, könnyű ez a hét. De reméljük, hogy voltak azért pozitív élmények, hát hidegben ugye sokkal jobban esik a forró lángos egyrészt, másrészt pedig sokszoros csocsóbajnokként jöhettek vissza. Reméljük. Igen. Reméljük, hogy győztetek a Csocsó napi Rex. 6 házi bajnokság. Csocsó Rex és minden más, ami az üdülőben. Üdülőben van, igen. Vagy üdülő. Milyen jó szó, nem? Mennyire klasszik. Azt mondja, ha valaki tud ilyet, miért kell királylány címmel nótát is gyártani? Kérdezi valaki. Hát, igen, hát ez a Jobbik huligánszek közé tartozott. Jump, 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 right. Sokat gondolkoztak a szövegem. Mi? Jó, olyan, tényleg olyan, mint a Rammstein csinált ilyen alapokat, nem? Igen. Ugye olyan volt. Azt mondja, hogy... Álljál a kezdetén a devozgatós korszak. Pilisvérosáron a gimnázium előtt mérnek. Köszönjük szépen. Ez a Szabadság utcában egészen pontosan, mert hogy többen is elküldtétek. Aztán azt nézem, hogy van-e még valami, ami fontos. Dunakeszén a Kossuth Lajos úton reggel fotók készülnek. Tibor küldte nekünk. Tibor, köszi szépen. És azt mondja, hogy Egyesült út Budapest felé 45-ös kőnél Tatabánya után a Birkacsárda parkolóban nagy ellenőrzés, kamionoknak súlymérés, stb. Járdát küld. Mondjad fel. Kíváncsi vagy az időjárás biztosításra? Na, Június 1 és augusztus 20-a között tudod kötni. Igen. Tehát augusztus 20 után nincs nyaralás. Uh-huh. Így működik a dolog, és akkor ilyen kitételő vannak, hogy 7 napos egybefüggő nyaralásra mész el, ez a klasszikus egyhetes nyaralás. Ha mást mondanak, tehát azt mondják, hogy például nem lesz eső, és napi 4 milliméternyi csapadék esik, 100-ast kapsz vissza. 100 000 forint. Ez mondjuk az egyik. Aztán napi hőmérsékleti maximum kisebb a biztosítás aktiválásakor elfogadottnál, akkor megint 100 000. Átlagosan, országosan hullik 4 milliméter csapadék? Nem, ahol te vagy. Ahol te vagy. És ezt honnan tudod? Hát lekérsz helyi adatot. Van, mindenütt van. Meteorológiai hát állomás. Gondolom, azt lekérik azokat az adatokat, persze, persze. És akkor megnézik, hogy, mit tudom én. Igen. Lellén 4. Lellé nyaralt, és akkor nyel, lellé mennyi eső esett, ha szikráz a napsütés volt, és 30 fok, és te bemész, hogy mint a rohadt szar idő volt, és adják vissza a pénzt, akkor valószínűleg föltűnik a biztosítóra. Ja. Egyszerűen utána néznek, igen. Ja. De, ők kérik be az adatokat, neked nem is kell semmi után menni. Van 2 hetes is, akkor 5 napot néznek, ugye az 1 hetesnél 3 napot, bejelented, hogy te igényeled ezt a dolgot, Balaton lellén nyaraltál, esett az eső, ők bekérik a meteorológiai adatokat lelléről, és aztán utalják a 100 000-et. Hát ja. És biztosítási díj 1 hétre 110 000. Hát azt nem tudom. De. Azt gondolom pár ezer. Mire se érdemes megkötni, bár a július általában tényleg ilyen csapadékos, és utána jön még egy nagy meleg augusztusban, és megvagyunk. Na! Érdekes dolgok történnek az országban, nem tudom, hallottatok-e, a 2011-es évben elindult mátralováki fanyűvő. Végre! A magyar yeti! A magyar yeti, mert hogy az is van nekünk, amit aztán állítólag több helyen is láttak, görnyet járása van, hosszú keze, szőrös testéről vált, ugye ő híressé, és hát sok találgatás és érdeklődés övezte a mi kis magyar yetinket. Aztán 2013-ban pedig ugye, illetve pontosabban most, 2011-es év után állítólagosan újra felbukkant ez a kis yeti, de már nem a Mátra Nováki részeken, hanem valahol a sziget közben. Hát, azért az nem gyenge. A Mátra Nováki fanyűvő. Aha. A Mátra Nováki fanyűvő. És azért kellett ennyi idő hozzá, hogy feltűnjönod, mert megkerülte a Dunát. Fölment, hát, vagy fölment a fekete erdőig, igen, ott megkerülte a forrást, és mert hogy gyakorlatilag ott azért... Nem tud úszni, ezt te tudod? Na, de nagyon jogos. Mit nagyon tudunk jogos. A yetiről? Hát nem túl sokat. Hát nem, a magyar yetiről meg pláne. Még kevesebbet. Most, ha én jól emlékszem, a Mátra Nováki yetit, azt lebuktatták, hogy az nem yeti. A yeti nem yeti, hanem ő a helyi fafaragó ember. De aki a nagyon furatartású. Aki egy kicsit furatartású ember. Igen, az elmúlt 40 évben viszonylag sok farönköt cipelt, és ez egy picit előre buktak a válla, és megnyúltak a kar. Őt lenyomozták, vagy ők elmentek, és megtalálták, hogy kit fotózhattak le, mint Mátra Nováki fanyűvő. Hát találtak egy bácsikát ott, Mátra Novákon, és gondolom, hogy távolról jött. Ott van, megvan!
kapjátok! Ez az, kapjátok! És az Elizét segítségért kiabált, és kiderült, hogy leszállnának Sanyi bácsiról. Tegyék már meg, legyenek kedvesek, hogy béke adják a nagyapámot. De most az új Yeti, az viszont tényleg Yeti. De olyat állítólag készítettek róla, nem állítólag, hanem készített egy család róla egy fotót, amit aztán mindenféle eljárásoknak vetettek alá, lecsekolták, ellenőrizték, és kiderült, hogy a fotó nem hamisítvány. Tehát kiderült, hogy igen, igaz a hír, valami látszik rajta. Valami látszik rajta, valami van a fotón, és ugye van egy blog, akik ezzel foglalkoznak, hogy felkeresik az ilyen kis, hát hogy is mondjam, helyeket, megvizsgálják a fotókat, és próbálják bebizonyítani többek között, hogy a Mátra Nováki fanyűvő az ugye igaz. Na, és ez a blog, ez kapott egy levelet, miszerint a levél arról szól, hogy múlt héten túrázni voltunk, idézek a levélből, a párommal és a kiskutyánkkal, a sziget közül mentünk, mert eddig még nem jártunk arra. Hmm. Nagyon szép környék, így kezdődik a levél. Amiért megkerestem önöket, az egy megmagyarázhatatlan jelenség, ami azóta is foglalkoztat bennünket. Már kiskutyák befutott a bozótba, egy vakkantást hallottunk, utána pedig nyűszítés. A töltésen gyalogoltunk Kunszigetnél, ahol konténerek vannak, építkezés lehet, zárójelben. És valami furcsa éles hangra, furcsa éles hangra lettünk figyelmesek. A gátőr kutyái erre nagyon elkezdtek ugatni, amikor hátranéztünk, észrevettük, valamit egy tűzrakó helytől befutni az egyik faház mögé. Ez először azt hittük, hogy valami őz vagy vaddisznó lehet, de nem úgy mozgott, furcsa volt. A párom azonnal a telefonja után nyúlt, hát ha látjuk még, és sikerül lefotózni. Körülbelül 10 másodpercig azt hittük, elvesztettük, mert nem láttuk hol van, már indultunk volna tovább, amikor láttuk, hogy valaki kukucskál a faház mögül. Nagyon szeretem ezt a levelet egyébként. Torkomban dobog a szíve. Azt hittük, egy kisgyerek az. Amikor hirtelen megint hallottuk azt a furcsa hangot, talán olyan, mint amikor a majomháznál vagyunk az állatkertben, azt halljuk, csak egy kicsit mélyebb. Aha. Láttuk, hogy a faház mögül kukucskáló alak futva elindul az erdő felé. Na. Akkor már tudtuk, nem kisgyerek, mert szürke volt, kicsit szőrös, nem látszott rajta ruha, és nagyon magas, talán 2 méternél is magasabb volt, vékony, hosszú kezekkel és lábakkal. Ő a Mátra Nováki fanyű. Csak ő lehet. Csak ő lehet, ki más. Igen. A karja nagyon hosszúnak tűnt, a háta is olyan, mint egy kicsit pupos lett volna, még 2 képet is sikerült készíteni, az utolsón csak egy folt látszik a fák között, de a másikon látszik az alakja. Nagyon megdöbbentünk, a bolognéze kiskutyánk Happy annyira megijedt, hogy nyűszített, és nem akart tovább menni. Jó, de mondjuk ez nem bizonyíték, mert ők mindig nyűszítenek, és mindentől megijednek. Visszafordultunk, idő előtt befejeztük a túrát, hazajöttünk, és még mindig hatás alatt vagyunk a történteknek. Főleg, hogy mindez idáig semmi természet felettivel nem találkoztunk. Kifejezéstelen tekintetelül az egész család a konyha asztal körül, és csóválják a fejüket, és nem hiszik el, hogy mit éltek át. Na, ez a levél, ez elment annak a blognak, akik ezeket kutatják, úgyhogy arra gondoltunk, hogy mi is felhívjuk őket, hogy mondják el, mire jutottak a Mátra Nováki fanyűvel a sziget közben a levél, a fotók és a dokumentum alapján. Ki lehet ez az ember? Igen. Hát ha ember. Ha. Mert ugye? Humanoidnak tűnik a leírás most alapján. Most a Yeti az ember? Mert keze, lába van? Hát ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Hát azt mondják, hogy hát, hogy nem homo sapiens. Tehát nem értelmes ember, hanem valahol valami ezt megelőző fejlődési fokozat. Igen. Na most az, hogy mi látszik a képen, az bizonyít-e valamit, mert az, hogyha bebizonyítják, hogy nem nyúltak a képhez, az még nem azt jelenti, hogy a Mátra Nováki fanyű van a képen. Lehet, hogy egyébként egy hosszú karú, vékony ember elment gittelni az erdőben. Hát mesztelenül, tessék? Mesztelenül, szőrösen? Nem, hát vékony volt. Hát igen, amikor mesztelenek lehetek. Szürke munkaruha is lehetett. Szürke munkaruhában elment. Hallott, hogy jön a család, jön a kis Happy. Igen. Amit te nem akarsz, hogy megtaláljanak téged. Ekkor, hogy fölpattant gyorsan, mert ugye hát nem kijelölt helyen végezte a dolgát. És mintegy álcázza saját magát, hosszú nagy léptekkel beront az erdőbe. Mit csinálnál, ha például rajta kapnának azon, hogy éppen trónolsz valahol a gajak között? Nem játszanád el? Nem. És még a hang is megvan. Így, mert vagy én ezt csinálnám. Csak gombászok. 2 esélyed van. Vagy fölnyomlak a blikbe és 10000-ért eladják, hogy ott gittelsz. Aha. Vagy elkezdesz furates mozgással, mély hangokat kiadva, nagyon morogva berohanni az erdőbe. Én a másodikat. Lapulevélért. Benny, Viki. Lapuljatok, elterelem őket! Ráléphet valamire a bácsi. Istenem, hogy ott tapasztott egy békát. Mint a múltkor se. Retjas, elterelem a figyelmüket. És berohannék az erdőbe. Tehát miről van itt szó? Egy elterelő hadműveletről. Egyértelmű. Valaki berohant az erdőbe, mert nem akarta, hogy rajta kapja. És ez rögtön. Egy intim pillanat. Hát ugye a kényszer, a nagyúr, és hát hogy gyakorlatilag ezt a fura mozgást meg is magyarázza a te ideológia. Miért nem volt rajta ruha? Mert letolta az overált, hogy tudjon gittelni.
mi történt? Még furább jött a család a Happy Nevű nadrágban. Happy Nevű bolonyézével, és ott már nem tudsz gyorsan fölöltözni, gyorsan töröl, semmi. Fogta, a legegyenesebb utat választotta, mesztelenül berohant az erdőbe. Ott hagyva a tárgyi bizonyítékot. Amiben még jó, hogy nem hemperget bele a kis bolonyéz. A kis happy. A kis happy. A kis happy. Ami egyébként elhiszitek, hogy van? Tehát esetleg ki mit gondol? Most őszintén félretéve a tréfát. Lehet ebben valami, vagy az egész egy büdös nagy kamu, és olyan, mint a Loch Nessi szörny, hogy nincs Yeti, és nincs Loch Nessi szörny, és nincs Mátra Nováki fanyű. Szerintem simán lehet. És lehet? Én attól félek egyébként, hogy ez egy háborúhoz fog vezetni, egy nagyon komoly összecsapáshoz, mert hogy nagyon jól tudjuk, hogy a sziget köz, az Hanyistok felség területe. És Hanyistok átmegy, ha Mátra Nováki fanyűvő átmegy a sziget közben Hanyistokhoz, ott nagyon komoly szárazföld és vízi csata fog bekövetkezni. Ez nem lehet, hogy ez maga Istók, csak megunta már pocsolyákat. Aha. Ha? És átrándult először a Mátrába, aztán meg vissza. Elterelés, aha. És utána visszajött azért, mert mégiscsak a sziget közben szeret élni, de nem, már unta, hogy állandóan nádas. Lehet, hogy a fafarogó bácsi unta meg rohadtul, hogy állandóan a bajgatják, ezért átköltözöttem az ország másik végében. Na jó, de nem unnád, hogy arra járkálnak, lehet, hogy te is elkezdenéd ijeszgetni őket, nem? Tehát lehet ezt az utat választanám. A kis családot a bolognézével, a happyvel. Persze, hogy vagy megijeszted őket, vagy elmenekülsz. Kiörül neki, hogy a gitelés közben zavarják. Igen, itt van velünk Miskolci Laci, a kriptozoológia blog írója. Hello, Laci, jó reggelt kívánunk, ciao. Halló, halló, jó reggelt kívánok. Jó reggelt, Laci. Ti kaptátok ezt a levelet a Mátra Nováki fanyűvőről, hogy újra felbukkant? Jól értelmezem én ezt a dolgot? Igen, pontosabban én kaptam, mert én írom egyedül azt a blogot. Mivel foglalkozik ez a blog pontosan? Hát különböző állatokkal, amiknek nincs elismerve a létezése, ez a kriptozoológia. Kriptozoológia, te például a Yetivel, gondolom farkas én nem. Ember. Farkasember. Farkasember, Bigfoot, igen, és a Mátra Nováki fanyűvő. Igen, ilyenekkel. Mm-hmm. Na, mekkora a Mátra Nováki fanyűvőnek az aktája? Két lap? Nem, kicsivel több. Mostában nem nagyon foglalkoztam vele, mert ugye, mint ahogy említettétek már, kiderült, hogy állítólag ez egy bácsi, aztán most jött ez a levél nemrég. És gondoltam, mire van hozzá fotó, azért foglalkozom vele. Na, mire jutottál? A család elküldte neked a levelet. Kielemeztétek ezt a fotót? Igen, próbáltam kielemezni egy ismerősömmel, mert én hát nem annyira írtak az ilyen programokhoz jobban. Ketten kielemeztük, én az egyik programmal, ő a másik programmal, és állítólag nincsen belepiszkálva, azok kimutatná itt a képszerkesztés. Na jó, de az, hogy nincs belepiszkálva, az még nem bizonyít semmit, mert lehet, hogy tényleg a bácsi futott overall nélkül, nem? Természetesen, én felsoroltam itt a lehetőségeket, hogy mik adódhatnak, az mi persze nem bizonyítja azt, hogy valamilyen ismeretlen lény van a képen. Hogy nézhet ki ez a Mátra Nováki fanyűvő, vagy ti hogy azonosítottátok, hogy néz ki körülbelül? Ja, hát a leírások alapján szürkés szőre van, több mint 2 méter magas, hosszú kezei vannak, vékony. Aztán végül egy éve meglett a elindítója ennek, egy állítógyors bácsi, aki nagyszakállú, görnyette járása, így olyan, mint a hosszú keze lenne. Aztán most pedig ezt a levelet kaptam, hogy hát akkor elvileg mégse az, gondolkozzunk el rajta, stb. A család a fotókon kívül tudott-e, vagy találta ott a helyszín esetleg tárgyi bizonyítékot? Trágya bizonyítékot. Ez nem volt benne a levélben, ez én is elgondolkoztam, hogy vagy oda mentek-e, vagy nem, de aztán ebből nem lett semmi. Szóval nem tudom, nem találtok szerintem semmit. Na most nem egyedül vizsgáltad ugye ezeket a képeket, hanem van egy segítőd, Isti Astroman. Hát ez egy betűnév. Egyébként nagyon komoly paleontológus. Isti az Astroman. De egyébként ezekben hiszel? Tehát azt gondolod, hogy a Yeti létezik? Valamelyik lényre azt mondom, hogy létezik, valamelyikre azt mondom, hogy volt egy bizonyos alapja, ami aztán eltorzult. Na, de akkor mire mondod? Szerinted mi az, ami létezik? Hát a Yeti, hát nem mondom biztos, de azt el tudnám képzelni, mert ez olyan régióban van, ami nincsen teljesen felfedezve. De én sem tudnám képzelni, hogy evókok élnek az Endoron, csak ugye, az ember bármit el tud képzelni, csak hogy... Igen, de azért nem mindegy, hogy most egy dzsungelbe, egy őserdőbe, ami nincsen teljesen felfedezve, ott él egy állat, vagy pedig a Margit szigeten, ahol ott járnak ezek. Értitek? Nem, szóval... ezt most nem értettem, ezt a sorolatot. Ja, értem, tehát hogy a lakhely nagyon számít, hogy hol vannak kevesebben. Aha. Igen.
Ez olyan fura, hogy ezzel a Yetivel kapcsolatban sincs soha egyértelmű bizonyíték. Hát ha van egy Yeti, akkor azt valaki megszülte. Akkor ott van egy papa, van egy mama. Vannak többen, nem? Vagy mindig egy Yeti van, és ez a Yeti átadja az erőt a következő Yetinek, meghal, megmurdál, és aztán egy marad mindig, mint egy hegylakó? Vagy? Nem is értem. Hát... Biztos többen vannak, de hát valamelyik állat nagyon rejtőzködik. Szóval volt, hogy nagyobb testű állatot is csak a 90-es években fedeztek föl. Még már többen jártak akkor az erdőt, kamerák is voltak felszerelve, vadászok járnak, akkor mégis hol volt több évtizeden keresztül, ugye? Hát igen, de mondjuk ilyen a civilizáció elzárt területeken az előfordul, de valljuk őszintén, most Mátranovák persze nem egy metropolis, de azért van víz, villany, vegyesbolt, tehát hogy ott azért nem annyira jellemző, hogy ott nagyon elbújnának. Így van. Hát mikor ott jártam, mert elmentem én is, akkor kiderült, hogy ilyen, hát több ilyen falusi, városi legendek keveredik ezzel a fanyűvővel, mert hogy a háborús időszak után ott az erdőbe elbújtak az emberek, és akkor több ideig ott éltek. Gondolom nem borotválkoztak, bújdostak, akik meg kimentek az erdőbe, akkor őket látták, és ezt tortult el valamilyen szinten. Aha. Ez volt az alapkiindul pont, szerintem. És akkor most erről a fanyűvőről mit van az, akkor ez nincsen egyébként szerinted? De aki tanulmányoztad, hát, fotókat néztél? Ja, hát maga az állat szerintem az nem létezik, mert ugye, ahogy mondtátok is, nem nagyon tudna hol elbújni, de hogy magának képen például mi van, hát azt nem tudnám megmondani, mert szerintem érdekes, de ránagyítottam olyan, mint tényleg egész alakban szürke lenne, nem látszik se haj, hogy különálló lenne valami ruhától, vagy ilyesmi. Nem mondom tudom, én, hogy gyorsan kellett ott hagyni a tetejét, van egy pillanat, vagy rátörnek, vagy elrohansz, tehát hogy nagyon más nincsen egyébként. Na jó, és te miket tanulmányozol még? Mondj egy-két lényt. Hát mindegyik posztban itt, aki fölnéz a blogomra, akkor látja, hogy mindegyik posztban más élőlényt elemzek virág minden tájáról. Uh-huh. Ismertetem, aztán írom, hogy mik a szkeptikus vélemények, mik a mellette álló vélemények, és a végén meg levonok valamiféle következtetést. Aha. Na jó. No, oké. Okay. Arra nem gondoltál még, hogy elmész egy ilyen kutató expedícióra, például Himalájába, vagy nem volt erre lehetőséged? Mert ott lenne izgalmas igazán kutatni, nem? Hát, ha fizetétek, akkor nagyon szívesen elmegyek. Nincs rá keret, persze, hát ezt megértem, hát azért az nem egy olcsó dolog. Csak neked milyen izgalmas lenne egyszer így tényleg elmenni egy igazi helyszínre, mert igen, a sziget nagyon jó lenne. Meg a Mátralovák is van nagyot keresni. Csak én azért állnék neked egy erdőkövesdi buszjegyet. Akkor várom postán. Na jó van. A Loch Ness-i szörnyen mit mondasz egyébként? Hát szerintem ott több lény kevertek össze. Szóval volt ott közte nagy tokhal, ami esetleg beúszott ott a folyón keresztül. Nem hiszem, hogy az létező lenne, mert ott azért a tavat mégiscsak jobban át tudják nézni több hajóval, szonárral. Uh-huh. Úgyhogy már szerintem lebukott volna, úgymond. Uh-huh. És a tokhal farka állt ki a vízből, és az a Loch Ness-i szörnek a nyaka? Fogalmam sincs. Hát ugye néha bizonyos állatok így kiteszik a fejüket a vízből, esetleg a uszonyukat, ezt is félre nézhették. És még egy nagyon fontos kérdés, hogy mit gondolsz Pataki Attiláról? Abban nem nyilatkozok, inkább hagyjuk Pataki Attilát. Hát, csak humorizálom, ő létezik. Csak humorizálom. Ő létezik, és az ország minden településen felbukkant az utóbbi 30 évben, és elénekelt a hűtlen. Igen. Laci, köszi, vigyázz magadra, ciao. Nagyon köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra! Én, de semmit, hogy nem, de szimpatikus srác. Aranyos srác. Igen. Na, én azért örülök neki, hogy nem derült ki az, hogy itt egy kamuról van szó, egy kacsáról, hogy ez egész csak egy humbug, egy kitaláció. Látom, hogy nem izgatott vagy, és mennyire féltél, hogy kiderült. Tehát ezt így azért így átérzem, hogy most szegényebbek mert a víz, hogy ki ne derüljön. Szegényebbek lennénk egy legendával. A mátranováki fanyűvő legendájával. Jó kezek egyébként, persze. Jó kezek. Én te már kutatni mész szerintem. Kérdezzétek Csubak Károlyt. Balázs, nem te voltál pucéron, Viszkis Pisti. Kérdezzé tőlünk. Én nem olyan voltam, de én ezt csináltam volna. Tehát én ott hagytam volna a tetthelyt, és elvontam volna Beniről, és Vikiről, és Noerről a figyelmet, és befutottam volna az erdőbe. Elterelje. Vagy látod magad gitelni a Blikben 10 000-ért, vagy berohansz. Ezt elmondtam. De nem lett volna akkor elég, hogy kicsit rémült, pánikba esett a hanggal, azt kiabálhat, hogy ne jöjjelek ide! Mint a vadász, akinek gubbad a szemem. Ufó, nem, vadász vagyok én. Mint a viccben van az, igen.
Na Istenem, hát igen, szegényebbek lettünk. Szegényebbek lettünk egy legendával. A fotót fölrakjuk a Facebookra, tegyünk föl. Azért nézzétek meg, írjátok meg, hogy mi a véleményetek róla. Mit láttok a fotón, jó? Vagy szerintetek ki van a fotón? Ez most ugye elsősorban azoknak kedvez, akik internet közelben vannak, vagy úgy hallgatnak bennünket, hogy tudnak netezni, de dobjatok néhány SMS-t, hogy szerintetek mi van a fotón. Egyébként tényleg egy szürke lény fut valahonnan valahova. Tehát önmagában a fotó izgi. De sosem fogjuk megtudni, hogy mi van rajta. Na, Óven bácsival játszunk, jó? Ha valaki szeretne ajándékcsomagot, akkor írjon nekünk SMS-t, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Háromnegyed nyolc lesz pontosan 6 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Friss közlekedési híreink is vannak ma reggel. Azt mondja, hogy ezt a dal csak max hangerőn lehet hallgatni. Jó reggelt kaptuk SMS-ben. Igen, hát a Madonnát kedveljük. Jó. Jó kis dal. Ez óriási dugó az M1-esen, a Biatorvágyi lehajtótól az M0-ás felé. Ha valaki látja az okát, akkor küldje el nekünk, hogy tudjuk mondani. Jó? Segíteni azoknak, akik úton vannak. 4-es út Törökszent Miklósnál léggömbök az út felett. Komolyan, ez Gülü írta nekünk. Gülü, százszor megmondtuk már, hogy egyrészt Rivotrilla soha 4A2, tényleg, ha nem tudsz aludni, és altatót szedsz arra, ne toljál be 4 kávét, persze, léggömbök az út felett, igen. Ő is érezze oda, tehát, hogy komolyan, sok felkiáltó jellegű, Gülüként persze. Most ért véget egy szügyi nap. Persze, igen, igen, mondtam, hogy hagyd a gombát a fenébe, nem kell olyan dolgokhoz nyúlni, ami nem való senkinek a kezébe, tényleg. Csak zálégy és füvet szügy. Tényleg, léggömbök az út felett, persze. Na, ha már léggömbök az út felett, ma kék hold van, úgyhogy készüljetek, egy kis spiritualitás, jól jön az nektek így péntekre, útravalóra, nézzetek fel az égre, és nézzetek meg, van még hogy valami ma... a kriptozoológia, meg a kék hold ma kék hold! Úristen! Léggömbök az út felett, kék hold, ez olyan, mint valami Piero válogatása. Nem, esik a hó. Az első hó. Így van. A kék hold csupa porcukor. Nem, a kék hold van, és az jó, mert ilyen ritkán van, és gondoltam, hogy mondok róla gyorsan nektek egy kis mondatot. De mind keresztül nézve kék fel az égre, hold. És látni fogjátok, hogy kék a hold. Egy katedrális ablakain keresztül nézve. Hogy kék hold? Kék hold. De kék színű? Nem, ez csak egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen hasonlat, egy kék mint a, vagy egy metafora, vagy. Tehát Damien sajtnak látja, tehát lehet éppenséggel kék valószínűleg. Igen, nem, a kék hold az azt jelenti, hogy többszörös teli hold van egy hónapon belül, és ezt az égi jelenséget hívják kék holdnak, amikor egy hónapon belül. Általában ugye 12 teli hold van egy évben, de ebben a hónapban 2 darab teli hold van, és ezért hívják a második teli holdat egy hónapon belül kék holdnak. És akkor jövő hónapban nem lesz teli hold? Jövő hónapban is lesz teli hold, de csak egy teli hold lesz, és amikor két teli hold van, az a kék hold. De nem lehet, hogy ez csak így félreolvasta? Tehát nem... Nem, a, két, nem hold. Két hold. De két hód. Bali, a két hód. Két hód, randalírozott a török bálinti bölcsőre. Nem tudom, bejáratánál két hód, és én elolvastam kék hold. Aha, hú, kék hold. Lesz, én nem azt hogy két hold. Nem, nyugodj meg, Bali, ez csak két hód. Nem, ez elsősorban nyilván az angol száz kultúrából jön, de a lényege az, tulajdonképpen semmi köze nincs a kék színhez, és mint égi jelenség sem túlságosan izgalmas, és a holdhoz sem, hanem hódokról. Minden megzaváló hódokról van szó. Nem, ez annyi, hogy két teli hold van egy évben, és a másodikat itt hívják. Aha. És akkor érdemes egy kicsit, hát aki hisz ilyen dolgokban, elgondolkozni. Mert ilyenkor kinyitja a lelkünket, és az ég csakrát, meg a... Neked már nem a... Hát csak figyelünk, hát próbálkozunk, nem? Na most, amit eddig összeszedtünk az évek alatt, azt ilyenkor visszadöfögjük. Hát próbáljuk még összerakosgatni. Elvileg, ha jól működik a csakra, akkor az jól forog, gyorsan forog. Hát te csakrád az zárva van, és visszafelé forog. Visszafelé, az egy lehúzó, az egy WC lehúzó lett. Azt már nem nyitja ki semmi. Figyelj, ilyenkor nem bánod, hogy nem veszed azt a nyomorú távcsövet a pinyóból? Amikor a hold van. Elmondom neked, hogy az a távcső annyira durva, hogy nem tud vele a holdat látni, mert túl közel van. Az abban a galaxisokat tudsz nézni. Akkor mögé levetted már a kupakot? Hess! Bari, vedd le az optika védőt. Nem. Annyira, tehát a mély... Ott van élet. Hol? A hold mögötti galaxisokban, amiket nem láthatsz, mert hogy nem látsz át a holdon. Na, mit szólsz? Viszont a holdat se tudod nézni, mert az meg akkora. Az meg akkora. Aha. Nem, tehát, hogy ezzel a mély eget tudod. Mély eget. A mély eget tudod ezzel a kis távcsővel vizsgálni. Uh-huh. A mély eget? A mély. Milyen jég?
Igen. Mi van? Tehát a mélyeget. A mélyeget és a jeget. A mélyeget. Ha kevered a mélyeget és a mélyeget, ne nyaljál több mélyeget. Igen. Nem, szóval ez nem jó arra, hogy a holdat néz, mert annyira közel hozza, hogy itt több millió kilométeres távolságban helyezkedő objektumokat tudsz vizsgálni. Egy 300.000 kilométerre elhelyezkedő kis objektum, nem tudsz vele nagyon mit csinálni. Van egy felirat, hogy vigyázz nagyit. Hát de kis kavicsokat tudsz nézni a holdon. Vigyázz, túl közel van. Igen, de túl óvatosan, közel van. Mert ezt tényleg látsz. Tehát, de tényleg. Szóval ez így nem annyira jó. Uh-huh. Nem annyira. Nem tudom a holdat ezzel nézni. Na mindegy, csak el akartam nektek mondani, hogy akit érdekel, mert én nem bennetek bízom, mert tudom, hogy spirituális beállítottságotok az tulajdonképpen meglehetősen sekélyes, hanem hogy azok, akik szeretnének ennek utána olvasni. Kifeküdjünk mesztelenül a hold fényre ma éjszaka? Feri. Például? Mesztelenül fekvés éjszaka abszolút. Holdfényen, ki? Ma maximum annyi változatosság Feri. Lesz az életedben, hogy majd teli hold fog megsütni. De hogy egyébként hát nagyjából ugyanaz történik veled, mint minden péntek este kint fekszem a mesztelenül, és jó? Apa, gyere már be most már, azért hűvösödnek az éjszaka. De ne, hát most akkor biztos jobban jön belém ez a spiritizé. Csak a zabálás meg a buzulás. Mesztelenül holdfényben kifeküdni, Feri, hogy jön be, hogy jön beléd egyébként ez a spiritualitás, érted? Hát csak úgy kifekszem ezt, és nézed a holdat. Nem kell mesztelenül, mert a szemet, az nem annyira fontos. Hogy nagyobb felületen jöjjön belém a spiritus. Az nem olyan fontos, ráadásul feküdjél ki ebben a 12 fokban. Egyrészt baromira megfázol, kettő, a gyerekek megint olyan állapotban fognak rá, mint nem biztos, hogy jó. Szeretik. Szerintük az vicces. Legalább egy pokrócot tegyenek rá, hogy apa, hol van apa, kint fekszik mesztelenül a Feri, voltunk nálatok, most ugye Velencén már egy két évvel ezelőtt láttuk, hogy azért abban a parkban nem lehet úgy kifeküdni, csak úgy a partra, hogy azért más se lássa, érted? Az elég olcsó is átlátszó. Hát és ha sokan fekszünk kinek szól ki... az a kifekvés valójában? Na, ki lakik mellettetek vagy előttetek és abban a házban? És ha sokan fekszünk ki együtt, az magányos nem jó. Magányos szomszéd asszony. Ferikém, takarja el a csúnyáját! Majd eltakarom én! Ezen a héten már harmadszor fekszünk itt, igen. Na mindegy, jó, ennyit erről nem akarlak én ezzel választani benneteket. Akit érdekel, az most utána olvas, hogy ez mire jó, mit lehet ilyenkor elengedni, bevonzani, mit lehet csinálni a kék holdal. Mm-hmm. Jó? Ha megfordítod a távcsöveket, akkor nem lehet nézni vele a holdat? Nem. Mert akkor nem. Nem, abszolút. Akkor egy picit távolra viszi. Annyira távolra tesz, érted, hogy már pont jó. Igen. Köszönjük az SMS-eket egyébként, igen. Mély űr. Amit ezzel lehet adnunk. Mély jég. Igen. Tudjuk. Tessék? Mély jég. Én jó, hát próbáltam nektek valahogy ezt a dolgot lefordítani. Nekünk mindegy fél órán úgy emlékszik az egészre. Kicsit, hogy érted, teljesen, olyan átszalad rajtunk, mint teljesen, a higany. Teljesen mindegy, hogy most mély űr vagy mély jég, nektek teljesen mindegy. Játszunk egy Óven bácsi Berulinit, jó? Itt van már is a játékosunk, aki nyerhet egy ajándékcsomagot. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Szia! Ciao! Hello! Ivet! Hello, Ivet! Honnan hívtál minket? Budapestről. Olyan cuki hangod van, Ivet. Köszönöm szépen. Hol vagy most? Hol vagy most, Ivet? Az Erkélyen. Na, akkor tudom. Kimentél az Erkélyre? Igen. És mit csinálsz ott az Erkélyen? Hát most éppen veletek beszélek, és izgulok. Izgulsz egy picit. És mivel foglalkozol? Hát én most tanulok. Na, mit tanulsz? Hát a TV2 Akadémián televíziós szerkesztő riporternek. Kutya fáját! Sok sikert! Túljelentkezés volt az RTL Akadémiájára, vagy miért? És most mit tanulsz? Televíziós... Szerkesztő riporter. Televíziós szerkesztő riporter. Igen. Ez klassz. Egy jó tanács. Nem gonoszkodunk. Nem mondunk semmit, nem akarjuk magunkat holnap újságban látni, hogy Balázs mit szólt be a TV2 Akadémiára, semmit. És jó, szeretsz oda járni? Igen, nagyon szeretek. Kik tanítanak, akiket is ismerhet az ember, tehát képernyős arcok? Mindenki, vagy csak egy-két ember? Az urák kolléga? Ő is, bár mondjuk ő inkább a műsorvezetőket tanítja, engem csak egy órát tanított. De az olyan volt. Ott átadott mindent. Így van. Igen. De az utolsó 10 percben már sokat ismétel. Csak szemétkedünk, humorizálunk. És kik tanítanak még? Hú, Vörös Tamás.
Várkonyi Andi? Ő nem. Az Andor Éva tanított. Ő már ugye sajnos nincs. Igen. Ő nagyon szimpatikus, sajnos nagyon kedves. Vujic Rütko nem jár vissza? Nem. Nem? Rütko nem tanít? Nem. És ez fizetős egyébként? Igen. Mennyi egy fél év? Hát úgy van, hogy fél év igazából az 3 hónap. És 200, igen, és 250 000 forint. Azt tudjuk, hogy sokszor máshogy nézi a nézettséget a TV2, de hogy a hónapokat is máshogy számolják? Vagy hogy egy fél év, 3 hónap? Hát úgy van, hogy február végén kezdődött az iskola. Tehát előtte volt egy felvételi, egy írásbeli és egy szóbeli. És ugye akinek sikerült, az ugye azt fel is vették, és akkor február végén kezdődött az iskola, és júni 6-án volt hát végül is a vizsga, az első fél éves vizsga, és akkor most szünet, és szeptember 18-án kezdődik a második fél év. Na, hát annyira intenzív, annyira nagy tudásanyagot ad, hogy hagy időt ahhoz, hogy földolgozd. Ja. Érted? Meg sok a házi feladat. Igen, igen, igen. Hát kellett, fél évre kellett vizsgainterjút is csinálni, úgy 3 perceset. Na és kivel csináltad? A Borsnak a szerkesztőjével, Győrik Ferenc Lekvárral. Az komoly, az komoly. Figyelj, és mi, te mész utána a TV2-höz? Nem volt nagy falat. Lekvárt ismerik egyébként mi is. Figyelj, hogy mész utána a TV2-höz dolgozni? Tehát ha jól teljesítesz, akkor ők felvesznek gyakorlatra? Gyakorlatra már lehet járni. Én voltam a Mokkába. Ugye hallom, hogy minden reggel benneteket hallgatlak, és tudom, hogy ti a Mokkát nézitek. Igen. Sokszor megnevetetett a Robi. Igen, meg kiküldött cigit venni, meg ilyenek, igen. Mire jó a gyakornoki feladat? Óriási, Kárász Robi cigit vetett a gyakornokokkal. És egy Éva Vermutot is. És egy csillagos konyakot is hozzá, nekem a Zsuzsét bajomány, a szomjasít már mellettem. A vattaltas zsömléből 2. Miért érdemes a TV2 akadémiára járni? Mert Kárász Robi cigarettát vesz a gyakornokokra, vagy vetett a gyakornokokra. Védd meg magad, védd meg magad. Nem voltak illúzióim, de hát... És olyan nem volt, hogy Demcsák Zsuzsa elküldött egy csekkekkel a postára. Nem, Demcsák Zsuzsa nagyon aranyos volt, mert pont tele volt a kezem, és így kiengedett a VIP ajtón, úgyhogy teljesen nagyon kedves volt, kellemeset csalódtam benne. De azért szólt, hogy legközelebb ne ezt a bejárat. Így van. Érted, víz. Nem, mert Zsuzsi cukicsa egyébként. Mert érezte, hogy te meg az ő arca egyszerre nem férnéd. Kedveljük. Igen, igen. Úgyhogy szeretek egyébként tényleg oda járni. De, és mit szeretném majd csinálni a televíziózásban? Tehát ezt elvégzed? Lesz egy papírod igazából, erről nyilván? Igazából így még elképzelésem nincs. Most nyilván ugye erről lesz egy papír. És hát az elején szerintem, amit adnak, ha bekerülök bárhova is, akár az RTL-hez, akár a TV2-höz. Úgyhogy bármit igazából. Aztán majd kiderül. Ott már kitanulom magamat. Uh-huh. Amikor már bent van az ember, talán egy picivel könnyebb. De mi érdekel, mit csinálnál szívesen? Tehát mi az, ami vonz ebben? Vagy mit csinálnál szíved szerint? A szerkesztés is nagyon vonz. Ez a szerkesztés. Tehát a fenekelést értettem, mondom. Az akkor viszont föl vagy véve. Mondom, mi van ezen az akadémián? Én a fenekelés oktatnál. A fenekelés nagyon vonz. Tehát a tévés szerkesztés, tehát a televízió műsor szerkesztés. Igen, 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 igen. Vágás, bár mondjuk azt még úgy mi nem tanultuk, úgyhogy, de ez majd most lesz így szerintem második fél évben, azt mondták, hogy gyakorlatiasabb lesz. Úgyhogy reméljük, hogy tényleg így is lesz. Na jó, hát ügyes legyél, akkor sok sikert kívánunk neked, köszönöm. Reméljük, hogy... Azt már minden esetre tudod, hogy hol a legolcsóbb a Cigerona utca környékén. Na figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berunén, jó? Hallgass jó, meg. Jó. Egy nap szóltak, parancsot hoztak, menj a toronyba fel, ugye? Igen. Kicsit ent a torony. Indulnak az űrhajójukkal a mély űrbe. Igen, de egy laza zsírozás azért már nem ártana láthatok. Na figyelj, jön egy rövid részlet, jó? Jó. X-akták. Így van, hát indik a mai témáinkhoz, így van, egy kis X-akták, most indul újra. Egy van. Egy jó kis X-akták, így van. Ügyes vagy, nagyon.
Köszönöm szépen, nagyon örülök. Ívet, gratulálunk, van egy szép kis ajándékcsomagod. Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki. Köszönöm szépen. Jó, hát akkor ha ezt elvégezted, akkor előbb-utóbb lehet, hogy majd találkozunk valamikor, nem? Igen, én szeretnék is majd bemenni hozzátok. Na, nem, nem, de az, ezt az elején gondoltam. Nem ígérhetek semmit, csak annyit, hogy nálunk nem kell cigit hozni. Ezt, de, nem már, biztos. Már ez is jó. Már az évvégi vizsgafilmre gondolva. Évvégi vizsgafilm. Mert hogy igen, mert hogy ott is kell, és akkor viszont már vágásnak is kell benne lenni, és valami olyan interjú alanyokat kellene szereznem, akik értelmesek is. És ez jó pont lenne? Szerinted a TV2-nél, ha velünk csinálná? Valaki olyat kell szereznem, aki értelmes, mondta a TV2-nél, úgyhogy csinál egy vizsgafilmet. Igen. Muszáj gyerek, jó itt az akadémián, de évvégére kell valaki szerezni. A tétény. Jól van. Ügyes legyen, mi drukkolunk neked. Hát jó, sokan vagytok, meg sokan akarnak mostanában médiázni, talán túl sokan is, de hát majd meglátjuk. Igen, köszönöm szépen. Ivet puszilunk, vigyázz magadra. Puszi nektek is. Sokoltatjuk a mokkásokat, mondd meg neki. Átadom. Jó, puszi, ciao. Hello, hello. Van benne morning show-s bögre az ajándékban? Mert ha azzal besétál a kárászhoz, akkor biztos... Passzartó sapka, sáv, bögre, illetve most baseball sapka van benne. Persze. Bemész a kárászhoz azzal. Hozzá már egy doboz cigit. Hála, te ki vagy, mindegy is. Ne, biztos úgy volt, hogy ment át a boltba, és megkérdezte. Ment át is hozott? Hozzak valamit a cigit és ment át. Kicsi szél, jöjjtsük egy pillanatra, pá. Ja, Istenem. Kárász moshúzt át a csajci karrierjét. Írta valaki, szegény művet, hát reméljük, hogy nem bántják emiatt. Kérdés, igen, hogy ezekben az iskolákban mit lehet megtanulni? A technikát nyilván megtanulod. Persze az alapokat, de, igen, de hogy tartalmat tudsz-e majd gyártani, az nem azon múlik. Hát meg ez, hogy a vágást is fognak tanulni, hát az egy külön szakma. Tehát, ez olyan tud, hogy kicsit mindenbe belekostolsz, aztán eldöntöd, hogy merre orientálódsz. Tehát ez erről szól, hogy kicsi utómunka, szerkesztés, vágást, van egy alapismeret mindenből, és aztán ami tetszik, akkor arra már nem az akadémián belül, hanem utána tudsz valamerre szakosodni. Meg hát egy csomó ember ugye utána tud menni innyi gyakornok meg dolgozni. A TV2 azért az is megéri, ha belegondolsz egyébként, nem? Igen. Fizetsz az akadémiáját, majd elmész gyakornok. Nálatok nincs gyakornok. Tessék? Nálatok nincs gyakornok. Mindenhol van gyakornok, de hogy nem. Csak persze, belül. Nincs RTL Akadémia, de gyakornok az nem sok, de van. Persze. Inkább szerkesztők vannak. 4 perc, szóval pontosan 8 óra. Ha valakinek van friss közlekedési híre, küldje nekünk, mert többen is kérdezitek, hogy mi a helyzet itt-ott. Gyorsan próbáljunk segíteni azoknak, akik kérdeztek tőlünk valamit. Például az M1-es Biatorbágyi lehajtójánál az M0-ás felé dugó van. Ennek az az oka, hogy sávszűkítés van, és egy építkezés miatt alakult ki a torlódás. Úgyhogy ha ott vagytok, akkor kitartás, ha azon átjutottatok, akkor már lehet haladni. Baleset van az M1-esen szintén a 89-es kilométernél, kis busz és utánfutója az árokban, még friss. Ez G küldte nekünk, aztán Dunakeszin a Kossuth-Lajos úton reggeli fotók készülnek. Vigyázzon mindenki, és menjetek óvatosan. Egyesfő úton Budapest felé a 45-ös körnél Tatabánya után a Birka csárda parkolójában nagy ellenőrzések vannak, úgyhogy aki kamionnal megy, az figyeljen, ezt Ádám küldte nekünk. Mi pedig jövünk vissza, és vendégünk lesz 8 óra után, érkezik hozzánk, ami drága Hajnóci Sománk, reméljük, hogy az ő neve sokaknak mond már valamit. Ugye bűvész világbajnok, és volt már itt nálunk, elképesztő trükköket mutatott be itt az adásban, és visszatért most a 26. bűvész világbajnokságról, ahol ő egyébként zsűritag volt. Mert hogy a világbajnok nem engedik indulni. Igen. És hát félnénk, hogy alázná a mezőny. Így van, rengeteg fiatal bűvész példaképe, aki jártas ezekben a körökben, az tudja, hogy elképesztő nagy neve van a szakmában. Itt volt nálunk pár héttel ezelőtt, és ígértük, hogy ha visszajön a bűvész világbajnokságról, meghívjuk újra. Egyrészt szegényként megint nyúzzuk egy picit, hogy azért mutasson valamit, ugye? Tehát biztos, hogy ez a legizgalmasabb. Kettő, meséljen a bűvész világbajnokságról. De ti is majd, kedves hallgatók, biztos találtok benne valami izgalmat. Most jöjjetek át, hogy fél óra, már most imádjuk a csávó. Úgyhogy vele folytatjuk. Ákos, hírei után. És most, hölgyeim és uraim, őket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt pontosan. 8 perc, egy jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak.
Itt vagyunk, és nézzük a közlekedési híreinket, mert hogy van egy-kettő, ugye ezzel indulunk egy jó kis David Guetta, Nicki Minaj dal után. Mert ugye ez volt, többen kérdezitek, hogy mi volt. David Guetta volt. Azt mondja, hogy Biatorbágynál van egy nagy baleset az M1-esem, és az M1-esről, hogy megpróbálsz lehajtani az M0-ásra, ott sávszűkítés van, és emiatt dugul vissza az M1-es, építkezés miatt torlódik a forgalom. Tomi küldte nekünk. 89-es kilométernél is van egy baleset. Ez szintén az M1-esen van, kis busz és utánfutója az árokban, még friss, aztán Dunakeszin a Kossuth Lajos úton készülnek fotók, mindenki vigyázzon, valamint M7-es Sormási pihenő Budapest felé, trafi elbújva, üdv a Siroki küldte nekünk, ezt is köszönjük. Segítséget szeretnék kérni. Na, amíg nem érkezik meg soha, mert hogy nem jött meg a vendégünk. Betörés volt nálunk. Na. Kis, nem, hát szerencsére hozzánk nem törtek be, csak a parkban, ahol ilyenkor nyáron lakozunk. Főnyomták. Szerencsére a szomszédhoz törtek. Igen, hála Istennek. Nem, figyeljetek, éjszaka bementek, lent hagytak mobiltelefonokat, meg laptopokat, azokat elvitték. És a rendőrség másnap reggel megtalálta a tettest, ugyanis, és itt kérem a segítséget, hogy állítólag a telefonon be lehet állítani egy olyat, hogy követés. És azt csinálta a rendőrség, hogy elkezdte az ellopott mobiltelefon követését, és ez így bepittyen nekik, hogy itt van a harmadik utca negyedik házába, ahol a srácok bementek, jó napot kívánok, fölkelt a gazda, mit keresnek itt, kérdezte a rendőrség, mondta, hogy azt a mobilt, ami innen jelez. Hogy ezt ti tudjátok, hogy kell beállítani? Vagy ez automatikusan benne van egy ilyen Elcsiben? Jó kérdés. Mert én azon gondolkodtam, hogy ha elhagyod, vagy ellopják, akkor ez egy tök egyszerű módszer. Hogyha a GPS-ed be van kapcsolva rajta, akkor le lehet követni a telefonnak az útját. Aha, tehát akkor, ha a GPS bent van, akkor egy másik készüléke, mondjuk beütöd a számomat, és akkor megkeresed. Nekem a gyártónak, ami egy világhírű gyártó egyébként. Igen. nagyon sokat adnak el ezen. Tehát, hogy például regisztrálsz egy oldalon, és akkor onnantól kezdve te tudod, hogy a telefon éppen hol tartózkodik. Aha. Tehát, hogy simán utána lehet menni. Most nem tudom, hogy ez milyen volt, hogy jobb volt, vagy... Vagy még jobb, igen. Értem. Tehát itt nálatok regisztrálni kell, nyilván nekünk ilyet nem kérnek, hogy adjuk meg az adatainkat, hanem valahogy máshogy tudják ezt nézni. Több minden is van egyébként. Be tudod állítani, hogy az iPhone keresése opció belül milyen feladattal látod el a telefont. Ez a saját helyzet megosztása, azt hiszem talán így van. Aha. Hát a hely meghatározást kell ugye bekapcsolni. Hely meghatározás és a saját helyzet megosztása, amikor is ugye megnézi, hogy a te telefonod hol van. De ezen belül még egyébként van a telefonnak a keresése, az egyébként nem tudom pontosan, hogy mit jelent. Hiszen hogy tudom keresni, ha nincs nálam? Hiszen hogy tudod keresni, ha nincs nálam? Igen, ezt nem tudom. Ott kiírja a számodat, és azt kell felhívni. De hát akkor magamat tárcsázom, hogy... Tehát egy honlapon keresztül tudod elérni a ez saját telefonodat. Aha, akkor ezt is tőlünk szedtétek. Nem, nekünk ez előbb. Nekünk ez egy picit előbb. Aha. Tehát egy honlapon keresztül tudod te megnézni, hogy hol van a te telefonod. Ugye ezt hát be kell tudnod állítani a saját telefonodon. Aha. Jó egyébként. Hát most nyilván, aki ért hozzá, az gyorsan kilövi. Bejelentkezel a laptopon keresztül az iCloud-odba, és az iCloud bejelentkezett iCloud, mert nem akarnak. Kicsit leterhetél az iCloud. Igen, éreztem, hogy pillanatra iráncolni kezdted a szemöldöket. Ez is, meg a mélyűr is. De. Van itt pár baj bőven. Szóval, hogy bejelentkezel az iCloud-odba laptopon keresztül, és a laptopodon keresztül elvileg meg tudod nézni, hogy hol van a telefonon. De ehhez egyébként a telefonodon kell beállítani egy-két dolgot. És akkor bemész az iCloud-ba, és akkor ott kiadja neked a menüket, hogy ez az Amaz, és ott rámész a telefon keresése menüpontra, és ott nézed meg, hogy hol van a telefonod. Az én felhőm. Hát most nyilván, János, ugye hát ti bekapcsolva adjátok a GPS-t, azt tudjuk. Oké. Meg hát elindítottad, hogy lőnci piac, bekapcsolva adjátok, hogy táplálkozik, meg csatlakozik, meg nem tudom. Mi nyugodtan lent hagyhatjuk, mert milyenket nem viszik el. Az meg a másik. És akkor magán a laptopon keresztül például te rá tudsz keresni, hogy hol van a telefonod. Hát most vannak szakik, akik ezt sokkal jobban meg egyértelműen el tudják mondani. Az lényeg, hogy a telefonodon állíts be, hogy hagyd magad, vagy hagyja magára rákeresni. Aha. Így van. És akkor a laptopon keresztül megnézed. Jó, ez azt hiszem talán a hely meghatározásban van, de nem vagyok benne biztos. Bekapcsolod a hely meghatározást, és akkor a saját helyzet megosztását ír, rányomsz egy okét, és akkor innentől kezdve, ha ellopják a telefonodat, követheted. De szerintem ez tök jó. Berakják egy kamionba, egy viszik át a határon, és így végignézed. Már Isztrián van, már Pulán van, már Splitben van, és szépen leviszik, vagy elviszik a telefonodat. Hát jó, persze. Ja.
Itt is. Gyakorlatilag mondom, 12 óra se telt el, ahogy megtörtént az ellopás, és már megvolt minden emberünk, gondolom most a sitten. Vagy hát még biztos tárgyalás van, mert azt hiszem két laptopot vittem, meg két telefont, azért ez bőven 500 ezer forint fölött van szerintem, és nem tudom hány százezertől ugye 100 ezer forint alatt van valami összeg, ami alatt ugye nem ültetnek le, de ez már akkor összeg, hogy... Nagyon jó. És az igazsághoz mondjuk hozzátartozik az is, hogy ott hagyta véletlen személyigazolványt. És csak a rendőrség vakít, hogy ilyen nyomozati eszközökkel megtalálta. Ez megvan az a két betörő, akit úgy kaptak el, és ez városi legenda vagy nem, de minden esetre szórakoztat, hogy a hülyék betörtek valahova, és nem ismerték a Polaroid fényképezőt, hogy gyorsan jön ki a fotó, hogy gyere fényképezőt csinálják, nem lefotózták magukat ezzel a gyors készítő a Polaroid géppel. Fénykapott nem lett jó, levágták az asztalra, ott hagyták. Elmentek a géppel is. Két kipakolták a lakát, elmentek a géppel, de Józsi, hát ez nem sikerült, ez a forró, levágták az asztal, és 10 perc volt. Ott mosolyogtak ketten vidáman, ahogy egyébként ott éppen rabolják ki a lakást, tudod? És pillanatokon megtalálták őket, és nem értették, hogy hogy. És akkor mondták neki, hogy ember, hát csináltál egy fotót a Polaroid gépen, erre várni kell azért 10 percet, hogy ez előjön. Azt hitték, hogy nem jött elő semmi, akkor rossz a gép. De mi látok, így betörögetnek? Hát ott a kordáik mellett nem vagytok biztonságban? Klárikáiknak nincs valami Uber biztosítása, lézerháló, atomokra szedő bármi, ami esetleg átlók hozzátok is egy picit? Hát ott van mellettetek a kordánépek, hogy tehetnénk be oda a lábunkat? De nem félnek ott a betörögetni? Hogy ott a fél omályba összefutnak valahol rejző a Gyuri bácsival. Hol lesz a sét briganti? Igen, Gyuri bácsi forduljon vissza ez a telekhatályban. Imádjuk szeretni őket. De hogy olyan nem volt, mint a bedobtál egy csirkét, és a csirkés a lézerhálóba, hogy megpróbáltál bemenni, éjszaka bevilágítottál egy elemlámpával, és láttad a piros fényt, brutális lézerháló. Fedi le a kordavillát? Hát, ki mer betörni ott nálatok? Hát ott a kordavilla az egész környéket be kell. A kettős nyomsávon átérted a kutyák, az akna mező. Az arrébb van egy 500 méterrel, mi pont az átvonuló terület vagyunk, tehát lehet, hogy tulajdonképpen Klárikáik felé mentek a betörők, de azt mondták, hogy azt nem merjük. Meg egyébként a kőoroszlán őrzi a vizet köpő kőoroszlán. Igen, a gipstukokkal. Nagyon fura besödlődő világítanak a szemei pirosan. Sziva, ki ma, hogy eladó? Vagy nincs kint, hogy eladó? Mert látom, nincs, hogy... nem árulják. Nem árulják? Hülyeség. Azt hiszem egy évvel ezelőtt volt, akkor így meg is indult a roham, bár ugye nagy roham nem volt, mert elég drága az ingatlan, már úgy drága, hogy sok pénzbe kerül, de nyilván megéri, aki olyat akar magának, és aztán most ő végül is eldöntötték, hogy mégis maradnak. Tehát, hogy Gyuri bácsi azt mondta, hogy a tóparton akar megölegedni. Pedig nagyon szép, majd nem az én ízlésem, de biztos lenne egy-két bulibáró, aki szívesen venni, viszont energiatakarékos. Igen? Aha, miért nem fűtik? Abszolút. És csak nem. Járóla. Igen, fölköltöznek Pestre, egy baromi sokat megsporolnak. Csak lógnak mindenütt. Na jól van, csak pont most olvastam, hogy eladom. De akkor mégsem. Na, nem véletlen beszéltünk ám ennyit, mert hogy vendégünk dugóba került, de már itt van, szegényként elég zaklatottak tűnik. Hát ez a festi forgalom. Hajnóci, Soma, jó reggelt, hello Soma! Jó csáó. Reggelt, kívánok mindenkinek, sziasztok! Na, milyen trükkel sikerült kivágni magad a dugó? Ezt ide varázsoltam magamat. Hello! Soma, ekkora dugó volt, hogy későn indultál, vald be őszintén, mi történt? Nem, 7.45-re küldtétek a taxit, és akkor csücsentem be a taxiba, úgyhogy egyszerűen csak nagy volt a forgalom. Egy busz összeütközött egy kocsival a Asztóriánál, szerintem ez egy picit megfogta dolgokat. Semmi baj, ez egy nagyon fontos információ nagyon. Nekem. A 8-as vendégnek 7.45-re küldjük a taxit, 10-kor berendeljük a segédszerkesztőket és mindenkit, aki küldje a taxit. Ez egy nagyon nagy hiba, de jól jönnek ezek az információk. Júli mínusz 20, hónap vége van, ha leadod a számlát, ne felejtsd el majd. 8-as vendégnek 7.45-re küldjük a taxit. Na, Soma, hát örülünk, hogy újra itt vagy. Voltál már nálunk, ugye? Akkor pont készültél. Igen. A bűvész világbajnokságra. Ez így van. Azóta megjártad. Meg. Hol volt helyileg? Riminiben, Olaszországban volt a bűvész VB. Idén, hát jó volt. Jó volt, én nagyon élveztem. Ugye most zsűriként hívtak meg engemet, és hát egyrészt óriási kihívás volt, tehát nagyon érdekes volt ez nekem. A legfélelmetesebb az egészben az volt, hogy én ugye versenyeztem VB-n, 2009-ben nyertem, tehát pontosan tudom, hogy mennyi energia, idő, erőfeszítés megy bele ilyen világbajnoki műsorba. Én 9 évet készültem anno, és most odaültem a zsűripadra, és hogy tényleg egy tollvonással elintézed ezeket a, most idézőjelbe téve, ezeket a versenyzőket, akik fent vannak, és lepontozod őket, és jön a következő. Ez ilyen félelmetes. Egyébként élvezetes volt. Tehát a másik oldalról látni. Volt nagy arc.
Nem jött át, gyerekek, nem jött át. Az lük, nem jött át, arra gondolsz? Igen, nem jött, ez most nem. Én nem tudtam, hogy te ennyi fiatal bűvésznek vagy a példaképe. Forgattuk a Got Talentet, és hát ugye nyilván vannak bűvészprodukciók, hogy ott mindenki a te nevedet mondogatta egyébként, mikor kérdeztük, hogy ki a példakép, kire szeretnél, honnan veszed a trükköket, és 10-ből 8 bűvész, nagyon sok bűvész volt egyébként, azt mondta, hogy rád szeretne hasonlítani, és Magyarországon te vagy az egyik, akit mondjuk példaképnek tart. Büszkélkedtem, hogy voltál benne nálunk, mindenkinek elmondtam. Nyilván ez nem lesz benne, de hogy baromi sok fiatal tényleg azt szeretné, hogy olyan nagy név legyen a szakmában, mint te, ezt te tudtad? Hát én ezt gondoltam, tehát igazából a... Nem gondoltam rá. Én bírom a valakit, ki kell gondolni, persze. Nem, hát igazából szerintem Magyarországon nem volt elérhető távlatban az, hogy valaki világbajnok legyen. Én sem gondoltam, hogy világbajnok lehetek, csak egyszerűen összejött a dolog, tehát jó volt a csillagok állása, szerencsém is volt, nagyon sokat is készültem rá annak idején, és azzal, hogy én világbajnok lettem, szerintem az emberek meglátták, hogy hát ilyet lehet. Úgyhogy szerintem ez egy inspiráló tényező volt mindenkinek. Hát én csak azt csinálom, amit szeretek, aztán örülök, hogy ez tetszik az embereknek. Tehát ez így néz ki. 9 évet készültél a világbajnokságra? Ez nem úgy néz ki, hogy nem ettem, nem ittam, nem jártam suliba, de igen, ez egy nagyon hosszú ilyen műsor evolúciós folyamat volt. 2000-ből vannak az első fotók, ahogy kis Soma ilyen kis mobiltelefonokkal, nagyon gagy ilyen játékboltban vettem telefonokat, állok ilyen fotón. Azt hiszem, hogy 8-as Damilla lemez egy biliárdgolyót, és így emelkedik a biliárdgolyók. Lebeg a biliárdgolyó, és megvillan a Damilla, igen. Hát de mindenki így kezdi, nem? De szerintem ez normális, tehát igen. És aztán hát nyilván az a durva egyébként, pont van egy jobb kezem, őt úgy hívják, hogy Kelle Botond, itthon ő egy bűvész, és ő egy igazi szakmai zseni szerintem, ő nagyon sok mindenben segített nekem, és hogyha ő nincsen, akkor én nem lennék világbajnok, és vele nagyon sok mindenen dolgoztunk együtt a 9 év alatt, és azóta is a műsoromon, és az a durva, hogy mi minden nem került bele a műsorba. Tehát, hogy olyan mennyiségű, olyan fajta trükk volt, amit kidolgoztunk, szerintünk jó volt, de aztán nem illett bele ebbe a 9 percbe, és ez volt érdekes most látni a világbajnokságon, és hogy nagyon sok olyan műsorszám volt, ugye maximum 10 perc lehet egy műsorszám a VB-n, aztán függöny, hogy egy 4-5 nagyon erős perc volt benne, de a maradék nem volt igazán jó. Tehát azt mondtam arra 4-5 percre, hogy ez nagyon jó mondjuk az eleje és a vége, de a közepe olyan gumi, tehát hogy olyan ki volt töltve igazából. Mivel nyertek? Hát két nagy díjat adnak ilyenkor ki, az egyiket színpadi bűvészetben, és a másikat úgynevezett close-up bűvészetben, ez ugye az ilyen mikromágia, ahol ilyen közelebbről vannak a dolgok bemutatva. Színpadi bűvészetben... Amiből nem lát senki semmit. Igen, kivetítővel, tehát azért van erre technikai megoldás. A színpadi bűvészetet egy spanyol figura nyerte, úgy hívják, hogy Hector Mancha, és egy ilyen rövid nadrágban, rövid ujjú trikóban így bejött a színpadra. Nagyon fura figura, úgy néz ki, mint hogyha az Addams Family-ből az egyik ilyen csávót kiemelték volna, ilyen fura arcszerkezet, meg egyébként nagyon jó fej csávó, utána beszélgettem vele többet is, de bejön a színpadra, a kezét megmutatja előről, hátulról, üresen. Csak a mancsát figyeljék. Csak a mancsát figyeljék. Oly, panám! és elkezdte szedni a pénzt a levegőből mindenhonnan. És gyakorlatilag ezt csinálja 7 percen keresztül, de úgy, hogy még én is néztem, hogy úristen, honnan jön, hogy csinálja. Tehát, hogy volt egy-két olyan momentum a műsorban, hogy lövésem nem volt róla, hogy van, és ezt nagyon szeretem. Tehát ez ritkán van ilyen, és ez tök jó érzés volt. Hogy elkezdte szedni a pénzt, tehát hogy elkezdett a kezébe hullani a pénz, ugye most nyilván nehéz egy mutatványt átadni, csak igen, hogy belenyúl a levegőbe, és elővesz onnan mondjuk egy 20 000 forintost, úgy, hogy előtte nyitott ujjakkal előről, hátulról megmutatja a kezét. Ezután belenyúl megint a levegőbe, elővesz még egyet, akkor elkezd tapsolni, és elkezd hullani a kezéből a pénz. Tehát ilyen teljesen valószínűtlen volt az egész. Kéne egy ilyen otthonra, nem? Hát ez nem ártana. De négy mesében, tolj egyet! Még egy aranydojás, tolj egyet! Hogyha valaki trükközés közben lebukik, akkor az abszolút kizáró ok? Tehát ha te észreveszed, hogy csinált a trükköt, vagy az is jó, ha annyira jól csinálja, hogy egyébként tudod, hogy mi a megfejtése a dolognak, de jó a sztori. Hát én azt gondolom, hogy ha én tudom,
az nem feltétlenül kizárólag, de hogyha látom, tehát hogyha látszik, tehát hogyha effektíve lebukik, tehát hibázik, az szerintem nem az megengedett egy világbajnokságon. Ez mind a három keze van, és az egyik kéz a sokkal barnább, mint a másik. Igen. Igen. És a műkéz az úgy van besminkelve, négy árnyalattal barnább, és az fog még... Meg a jobb feltűnően szinkronban mozog a ballal. És közben időként így a harmadik kéz középről előtűnik, mint egy lőgyre fönesz filmben. Ilyenkor egyébként zsűriként nem elózol az, hogy vajon mi lehet a megoldás, vagy átadod magad a látványnak, és azt mondod, hogy jó, fél, nem tudom, nem is érdekel, viszont baromi jó, ahogy csinálja. Hát nagyon ritka az, hogy olyat látok, hogy ne tudjam, hogy tényleg? Mi a megoldás. Hát több ezer trükk van, hát hogy van mind a fejedben? Nem, nincs mind a fejedben, csak szerintem a bűvészkedés az egyfajta gondolkodási mód. Tehát hogy megtanulsz így gondolkodni, megtanulsz, tehát arra ráhangolod, hogy hogy kell végig gondolni, hogy mi lehet a trükkök megoldása, és én már nem azt látom, hogy wow, lebeg a biliárdgolyó, vagy nem tudom. Tehát, a nyolcas Davidot. Igen. Hanem engem az hoz lázba, hogyha szépen megkoreografálják magát a műsort, jó a mozgása a figurának, jó használja a zenét, jó kezeli a nézőket a színpadon. Tehát ez igazából már színház, és itt a színház különböző aspektusait kell figyelembe venni annak, hogy annak érdekében, hogy ugye minden stimmeljen ahhoz, hogy valaki első helyet, vagy akár abszolút világbajnoki címet nyerhessen. Igen, a magyarázat érdekli az ember szerint, hogy hogy csinálja. Most ez a Pali, aki például kijött, semmi nem volt a kezében, tehát tök racionális, de hogy honnan húzza elő, nem? Vagy hova rejti? Rövid ujjú pólóban, nem látod, nem nyúl bele az öltönyébe, nincs rajtaink, tehát hogy azért ilyenkor tényleg gondolkodik az ember, hogy hogy a fejébe csinálja. Ezen én is gondolkodtam. Van ötletem, de azért főleg úgy történik a verseny, hogy 5 napig megy a verseny, és színpadon 5 különböző kategóriában lesz egy-egy világbajnok. És a 6. napon ez az 5 világbajnok mérettetik meg egymással újra. Tehát a legjobb műsorokat újra megnézhetjük. És akkor a másodszor egy kicsit már jobb, tehát jobban látom én is, hogy vajon mi történhet, de pontosan, hát még így se tudtam mindent beazonosítani, úgyhogy hát érdekes volt. Zseb van varva a tenyerében. Nem, nincs. Igen, most megfejtettük felé. Igen, egy világbajnok. Egy szikével csinált 2 sebet a kezére, és felvart. Benne a 20-asok. Igen. A többi zsűrit akik voltak? 9-en voltunk. Dumbledore, Hocus Pocus. Igen, Hocus Pocus. Igen, ott ült még Voldemort. Az a megszabás, hogy minden országból maximum 1 ember lehet, tehát hogy ne legyen ilyen olyan helyzet, ne állhasson. Na hát, nem mint hogyha nem a beszédből élnék, de csak sikerült ezt ne a mondatot fel, meg. Igen. De olyan helyzet ne legyen. Ne legyen, hogy mondjuk egy francia versenyzők és 3 francia zsűritag van, és akkor rászavaznak sokkal jobban. Hát aki lehet, hogy ismerős az embereknek, a Cyril Takayama, aki egy japán bűvész, és elontott. Egykorom Forma 1-es pilóta, sose tudott elrajtolni. Mindig egy kört ment Nakajima Takayama, most már bűvészkedik is. Igen? Nem, hát ő volt az, akinek szerintem még ti is láttátok valamilyen fajta féle videóját a neten, mert nagyon sok ilyen több millió views ilyen vírus videója keringett az interneten. De volt egy belga humoros bűvész, egy német mentalista, egy... Azt hiszem, hogy 4-en voltunk korábbi világbajnokok, ott volt a zsűriben volt a francia TV5 csatornán van ez a Le Plus Grand Cabaret du Monde, ez a világ legnagyobb varieté show-ja, annak a kizárólagos booking agentje egy nő, és bent ül ilyenkor mindig a zsűriben. Azonnal, hogy már lecsap a tehetségekre, aztán viszi is őket tovább. Konkrétan ez történik. Ott ül a szerződésekkel, és ez kell nekem, ezt viszem a műsorba. Tehát. Na, múltkor beszéltünk, ez a Dynamo gyerek, ez jó egyébként, mindenki őt favorizálja. Most is kérdezik, hogy kapott már valamilyen VB címet? Nem, Dynamo szerintem világbajnokságon soha nem indult el. Én még versenyeztem egyébként Dynamo-val annak idején ilyen 2002 környékén egy londoni kongresszuson. Dynamo szerintem nagyon eltalálta azt, hogy mi kell ma a televízióba, ezt a kicsit lepukkant ilyen street arcot alakítja, ugye nagyon jó hozza ezt a karaktert, egy nagyon profi, nagyon, nagyon keményen jó csapat áll mögötte. És nyilván hát ezek a trükköket, amiket látunk, vagy a nézők látnak tőlük, azok nem csak olyan trükkök, amiket ők találnak ki, hanem ez mindenféle különböző bűvésznek világszinten a alkotmánya, a különböző trükkök, és ezeket ők nagyon jó köntösbe öltve adják elő ebben a tévéműsorban. Én szerintem Dynamo nagyon jót tett a bűvészetnek, mert nagyon sokan látják, nagyon sokan élvezik, és tehát ez reklám gyakorlatilag nekem is, hogyha úgy tetszik. Csak oda megy az utcán valakihez, azok valódi jelenetek, vagy ott csak annyi a trükk, hogy egyébként mindenki be van avatva, baromi jól eljátszák, és onnantól kezdve könnyű megcsinálni a trükköt. Ugye nagyon sokan csinálják ezt az utcán, oda megyek és csinálok 6 ember előtt valamit. Ez egy műfaj, ahogy te is mondtad. Street magic. Ez a street magic, igen, ugye, street magic. Tényleg
lebegnek, repülnek, vizen járnak és elkápráztatnak fiatal tömegeket, mintha spontán odalépnének hozzájuk. Ezek ilyenkor beavatott pillanatok, beavatott szereplőkkel, vagy tényleg spontán van a dolog? Szerintem általában azért ez inkább spontán van, tehát könnyebb avval magyarázni, hogy biztos be voltak avatva, és azért választotta a Káro 8-ast, de ez nem így van. Az lehet, hogy felveszik 12-szer a mutatványt, hogy a legjobb reakciókat tudják aztán bemutatni magában a tévéműsorban, meg az, hogy valaki vizen jár, hát hogyha levinném Füredre, szerintem nem sétálná át a Balatonon onnan, de nyilván... Tehát, hogy nem beépített nézőkkel van ez az egész megoldva. Hát meg ő ugye nem csak civilekkel csinálja, hanem sokszor világsztárokkal, zenészekkel, színészekkel, vannak olyan trükkök, amiket neki sem, ott nem hiszem el, hogy 12-szer egymás után leforgatnák. Ez egy tök érdekes dolog, a Dynamo-nak kijött ez az önéletrajzi könyve, amiben leírja, hogy ő úgy került be a köztudatba, hogy a... Egy Jedlik Ányos feltalált. Hogy a pályafutása elején elmentek rengeteg koncertre Angliában, és ott megpróbáltak így gyakorlatilag belúgni a VIP részlegre, és 10-ből 8 koncerten kidobták őket, de 2 koncerten valahogy sikerült bejutni, és akkor gyorsan felvettek egy jelenetet a nem tudom, néha csak az előzenekarnak, ugye az énekesével, néha akár ilyen Coldplay, meg ilyen olyan zenekarokkal sikerült így egy kicsit összebratyizni. Nem rossz reklám. Nem rossz reklám, aztán persze kidobták őket, de ez megvolt felvételen, és aztán hát ugye minél több ilyen felvételt összegyűjtöttek, annál inkább azt hitték, hogy ő is egy nagy embert, egyre többet hívták őket, tehát okosan csinálták ezt. Igen, nagyon jól felépítette magát. Most már mögött is ilyen komoly ügynökség van, jól csinálják, építik, meg építi saját magát. Igen, nagyon sok talkshow-ba jár, úgyhogy ügyes srác. Na, hoztál nekünk valamit a hírek utára? Mert nyilván persze a beszélgetés része is baromi érdekes, de hát mi is azzal nyúzunk, mint általában mindenki. Mutass valamit, már a múltkor is mutattál, és szájtátva néztük. Hoztam nem valamit akarunk a hírek ezzel utánra. Nagyon nyúzni, de azért szeretnék, persze, ha valamit. Hoztam mindenképpen valamit a hírek utánra. Igazából ez mindig egy nehéz kérdés, hogy rádióban hogy bűvészkedjünk, de hogyha jól tudom, ezt fel fogjátok venni, és akkor fel is kerül. Hogyne, persze, igen, ezt tudjuk rögzíteni, igen. Na, igen, mondjuk Feri fenekéből elővarázsolsz egy tubát. Egy kamerát, és azzal fölveszed a trükket. Feri el tudja mondani, milyen érzés. Jó, de ezt megbeszéltük, hogy betesszük a tubát. Igen, miért vagy ilyen csöndes, mert 10 perc ebbe ülök. Szóval hoztál kettőt is, hoztál nekünk, de jó? 2 dolgot is hoztam nekünk, nektek. Jó, akkor ezt fogjuk megnézni, megfigyelni, felvenni, és megpróbálni laikusként kielemezni, hogy vajon hogy csinálod. Tehát amit a múltkor is csináltál, az is elképesztő volt. Úgyhogy jövünk mindjárt Soma trükkeivel, Ákos, hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. 8 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Ha van friss közlekedésetek, akkor küldjétek nekünk, jó? Örülünk neki, segítjünk azoknak, akik úton vannak. Hát nyilván nincs akkora dugó, mint majd lesz szeptemberben, októberben. Egyelőre érezzük, hogy kicsit kevesebb is a közlekedés sír, rendben van, mindenki jól halad, de ha láttok, tapasztaltok valamit, akkor küldjétek, hogy tudjuk mondani. Az éles saroknál egy BKV buszból gázolaj folyt ki, valószínűleg nem ment tovább a busz, totál káosz, kaptuk SMS-ben, köszönjük. Baleset Pest irányában az Erzsébet híd közepén, ott is hatalmas nagy dugó lesz. Baleset van a 37-es számú főúton, a torlódás megkezdődött, kerülni Vámos Újfalu és Olasz Liszka felé lehet, ezt Kata küldte. Veszprém külső körgyűrűnél a 8-as főúton a közlekedést felügyelet ellenőrzi, Maci írta nekünk. Na, nekünk pedig továbbra is vendégünk van, Hajnóci Soma itt van velünk, és éppen én egy-két Dynamo trükköt néztem meg, nem akarlak ezzel fárasztani, de egy bűvész elmondhatja, hogy hogy csinálja a Dynamo? Vagy ha én most megkérdezek egy trükköt, amit itt most gyorsan megnéztem például, és megőrülök tőle, mert engem szeretem az illúziót, de azért kicsit érdekel, hogy miért nem tudom, hogy hogy csinálja. Vagy az nektek egy ilyen ki nem mondott megállapodás, hogy ti nem leplezitek le egymást, kivéve azt, aki a Kult TV-n az összes bűvész trükköt bemutatja, egy állarcos pali, akit a komplet bűvész társadalom akar megverni. Az erről beszéltünk a múltkor is, ugye? És hogy nem nagyon mondhatod el. Hát nézd, hogyha egy bűvész sem mondaná el a titkát, ugye akkor egy bűvész lenne a világon, tehát azért megosztjuk a trükköket, de inkább egymás között. Szóval nem az van, hogy mindenki előtt kitárjuk a titkainkat, de ennek igazából az az oka, mert ilyenkor haragudni szoktak ránk, hogy de hát legalább egy trükköt miért nem lehet elmondani. Azért nem, mert ez most hülyén fog hangzani, de az nektek rosszabb, hogyha én elmondom. Mert egyszerűen annyira... Hogyne, a te trükködről nem is kérdezek, a szörnyű, ne, hogy csináltad, hogy csináltad. Nem, hát a szörnyű, annyira kiábrándító sokszor a trükkök megoldása. Tehát én legjobban egyébként ilyen matematikusoknak, informatikusoknak szeretek előadni, azért, mert ők annyira okosak, hogy annyira túl kombinálják a dolgokat, hogy esélyük nincsen, hogy lássák, hogy hol van. Tehát náluk már az elektromágneses hőreváltozó kártyák egy olyan felépítéssel, és nem tudom, hát pont tegnap beszéltünk, hogy például a lottosorsra
kapcsolással, és már ott is jöttek olyan megfejtések, ugye, aki túl gondolta, hogy ha csalnak, hogy csalnak, hogy van egy kis, kis monitor van bent a golyón belül, az átfordul a 38-as, a 42-es, és hogy széttekered a golyót, akkor a jeladó megszakad, és gyereke, utána már nem 2015-öt fordulál. Írunk, gondolkodjatok már, hát a technika már ott jár. És leszúrtak bennünket, hogy miért nem gondolunk a golyóban elhelyezett számot átforgató jeladóra. Ugye? Tehát ilyen megoldások. Vannak egyébként ilyen bűvészek, akik ezekkel foglalkoznak? Tehát, hogy azt a részét művelik a szakmának, ahol ilyen tudományos dolgokra építik fel? Hát gyakorlatilag az összes trükköt? Hát szerintem az összes trükköt nem, de azért a technika nagyon-nagyon egyre jobban bejátszik. Szerintem lépést is kell tartani igazából akkorra, meg hát ez nagyon sok lehetőséget ad meg nekünk, hogy a most már adott esetben lehet dolgokat távirányítani, ugye sokkal könnyebben olyan technikai megoldásokhoz hozzá tudunk férni, amit mondjuk 30 vagy 50 évvel ezelőtt ugye nem lehetett volna megvalósítani. Tabletes trükkök vagy ilyen. Például egy tabletes trükk, vagy egy iPhone-os trükk, de szerintem az az igazi, hogyha ezeket úgy tudod leplezni, mint hogyha semmi köze nem lenne hozzá a trükknek. Tehát, hogyha ha van például egy David Kaplan nevű nagyon kedves amerikai bűvész ismerősöm, pont most egyébként múlt héten kint voltam Amerikában, egy szakmai fesztiválon léptem fel vele együtt, és ő egy ilyen, hát szerintem 1930-as, 40-es évekbe illő ilyen öltözetben egy elég szerencsétlen bűvészt alakít a színpadon, és csomó minden történik, ilyen bowlinglabda szakad ki egy papírzacskóból, azt leteszi az asztalra, akkor az így felszáll a levegőbe, akkor elővesz egy kis gitárt, vagy egy ukulelét, leteszi a székre, és akkor a bowlinglabda, mint az őrült, így a színpad tetejéről becsapódik, és ripityára töri a bowlinglabdát, meg a széket is alatta, és minden teljesen precízen ki van dolgozva, tehát soha nincs, hogy mellé esik a labda, soha nincs, hogy nem száll fel. Te nincs egy fölnézni, te hülye, hova dobta? Megmondtam neked, hogy ne ide dobd, te állat, betörted a koponyámat. Tehát ilyen nincs. Nincs. Hát azért pedig jelezte nekem, hogy nézd, Soma, ott az X a színpadon, arra ne sétálgass így a próba alatt, de hogy, és ő is tipikusan azért használ olyan dolgokat, olyan technikai megoldásokat, amire főleg, hogyha ránézel a műsorára, soha nem gondolnád. Hát pont ez az álca valószínűleg. Igen, nem? Igen, és ez, szerintem ezt lehet mesterien csinálni, és ő is így csinálja. Jó, én azért kérdezek egyet. Sétál a pacánk az úton. Odalép egy csajhoz, azt mondja, húzz egy kártyát, letépi a kártyának a felső szegletét, majd mondja a csajnak, hogy fogd a kezedbe. Fogja a csaj a kezébe, Dynamo jön, bekapja a kártyát, lehúzza a száját a kártyáról, és egybe van a kártya. Ülök, és azt mondom, hogy na oké, ezt most hogy? És ott van nála a darab közben. Tehát ez hogy ragasztja össze a szájával? Olyan a nyála? Ragasztó van a nyálában, érted? Dupla fedelű kártya. Igen. Valamit a szájában csinál nyilván például, de a büdös életben nem jössz rá, hogy Isten, egyébként hogy Soma, hogy röhög most belül rajta. Én szájában ülök. Csinálja, érted? A nyála. Hát a ragasztó nyála. Hogy ragasztja össze? Ragasztós nyála van, biztos ez a lényeg. Hát Dynamo, hát savat köp, mint az Alien. Na, mit hoztál nekünk? Kérték a szerkesztők, hogy hozzak egy ilyen újságos trükköt nektek. Újságos trükk. Felállok, jó? Jó. Így hoppá, mozog a mikrofon is. Jó, várjál, vesszük videóra, megcsinálunk róla a fényképet, hogy hudjál, föl tudjuk tenni azoknak is, akik ugye most csak hallgatnak bennünket. Csak mondom, hogy mi történik, Soma felállt és széthajtogatni készül egy újságot, egy népszavit, nincsenek jelentőség. Nincs. De mondjuk, a rendkedvét mindent elmondom. Itt egy népszabadság. Egyszer félbetépem. Egyszer félbetépi. Még egyszer félbetépi az újságot, tehát már többször félbetépte az újságot. Még egyszer hajtsuk össze, még egyszer félbetépjük. Már most még nehezebb lesz, majd mondom. Már egyre nehezebben okos. Tépjük félbe. Tehát apró darabokra tépjél egy népszabadságot, állva... Pici kis darabokra. Na most jön a lényeg. Igen? Így. Meg kell fogni a népszabadságot, ráfogni, fúj rá gyárt. Szuper, nagyon jó. Kedvencem. Igen. Ne szórakozzál már, elmész a... Nem hiszem. A gyerekek itt tépte szét, 25 centire ülök tőle, széttépte az újságot, és egybe van. Az a baj, hogy nem mondtad, hogy ilyen gyorsan csinálod. Nem tudom, hogy még lesz egy felvezető. Még azt mondod, hogy ibrakadabra, hókuszpók, abrakadabra, semmi, csak ennyi. Ugye széttépted az újságot, rántottál egyet, és kiterítetted az újságot úgy, hogy az újság egyben van. Szét tudod még egyszer tépni? Hát ugye egy bűvész nem mutatja be a trükkjét kétszer, aztán nehogy rájöttek. Te, Laci, rajta voltál? Igen? Hogy röhögtél? Igen. Mit te zseniális, tudod? Zseniális. Laci már érzi a turpisságot. Jó, most akarom újra megnézni, csak a lényeg, hogy oké, föltesszük a Facebookra. Ez a töltsök trükk volt. Megpróbálom én is az adásra. Nem, ez varázslat volt.
Mennyi egy ilyen trükk, például mennyi meló van ebben? Ez egy év, mire megtanulod, fél év kézügyességed van, akkor ez egy hónap alatt, egy nap alatt megtanulható? Hát egyébként ennek a trükknek egy egyszerűsített változatát próbáltuk betanulni a Madách Színház egyik előadásában, az egy színésszel, a Mucsi Zoltánnal egyébként. Ó, de szeretem. És én is nagyon szeretem, és egy rendkívüli figura egyébként, és nagyon kedves ember, és szegény, tehát szerintem legfantasztikusabb színész, tényleg Isten, annyira jól csinálja a dolgokat a színpadon. Egy ilyen egyszerű újságos trükköt próbáltam tanítani, neki is full izgult, teljesen nem tudta meg, remegett a keze, és nem értettem, hogy hát ez nem is annyira nehéz, hát miért izgulsz, hát te vagy a legnagyobb ember a világon. És hát a premiéren egy kicsit így elment jobbra a dolog. Túltépte az újságot? Hát nem pont úgy sikerült, aztán belejött a dologba. Tehát nem mindig egyszerű ezt egyébként csinálni, de például ennek a trükknek egy sokkal továbbfejlesztett változata látható a világbajnoki műsorban. Amikor egy magyar nemzet lesz a Népszavában. Egyébként ennek mindenki nagyon örült, mert a jobb oldal örült, hogy a Népszabadságot tépem, a bal oldal örült, hogy a Népszabadságot teszem mindig egybe. Igen, tehát... figyelj, mi abszolút mindenhogy korrektek vagyunk, erre próbálunk is törekedni. Jó. Hát én megkajáltam, tehát brutálisan jól néz ki ez így szemből, ráadásul majd filózunk rajta, hogy csináltad, meg föltesszük a Facebookra. Mi a másik? Mi szóval a másik? Ha csinálod, csak hogy ha ennyire gyors, akkor kicsit jobban rákészülök, meg kicsit én is megpróbálom videózni, mert én közben az Instagramért felelek, és oda is próbálok jó. Mindenféle tartalmat gyártani. Meg visszaért a kameramenünk. Csináljunk még egy dolgot. Egy gyors éttermes papírzacskóból. Gyors éttermes papírból elővet, igen, egy szívószálat. Ez nagyon érdekes dolog. Mutatom, hogy kell... Lassan csinál, csak hogy legyen időm elmondani a hallgatónak, hogy mit láttunk. Bedugtad az orrodba a szívószálat. Itt nem lehet a filmből kihúzni, mert... Csak nagyon, hogy bedugtad az orrodba, és utána kihúztad a fületből. De hát ezt azért kicsit rákészülök, ezt én is megcsinálom. Mutatok egy jobb, érdekesebb dolgot. Azért ez Rodolfo egyes doboz volt, tegyük hozzá őszintén. Tehát, hogy ezzel azért még nem vagyunk meg. Hát Balázs, te mondtad, hogy egy kicsit hosszabbra, hogyha elnyújtanám a mutatványokat. Igen. Tehát ennek fényében betesszük az acskóba. Jó, bárre, beraktad a szívószálat az acskóba. Igen. Picit meg lehet növelni a szívószálat. Jó, igen. Csettintünk. Csettintesz egyet. Szívószálus magnivus. Innentől kezdve a műsor hallgatása szabadon választott fakultatív. Ennél már csak a fűre lépni ihos a durvább. Most ugye jó, tehát igen? A szívószálatot ilyen sokkal nagyobban így elő kell húzni az acskóból. Nem hiszem. Nem tudom, hogy a kábelegyedben vagy a na, csak mondjuk, hogy egyébként egy rendes megkis papír zacskó volt, vagy tök mindegy, egy gyorséttermes zacsi, csak ahhoz hasonlít, nem volt rajta felirat, és Soma a következő pillanatban egy kb. két és fél méter hosszú műanyag szívószálat húzott úgy elő belőle, hogy a szívószál átmérője kb. 8 centi. Ügyesebb egy kerítést is átugranának. Szergej Bubka ezzel neki szaladna a világbajnokságnak, az ausztrálok didgeridoo-nak használják. Igen, egy két méteres hosszú vastag szívószálat húztál elő a papírdobozból. Papírzacskó, de igen. Papírzacskó, igen. Hát a figyeltél. Jó, hát gyerekek, igen, értem. Azt hittem az lesz a trükk, hogy a mekis hús pogácsából majd lesz valami, mit tudom én, DLC. Jó, tetszik nekem ez a dolog, tetszik. Azt láttad, hogy le tudom vágni Feri kezét egy olyan giotinnal, amiből teszünk egy répát? Karcsi, hagyta a giotint? Hozzátok a giotint, mutassunk mi is valamit. Jó. Szimpatikus. Megjözünk. Átment. Feri, mit mondasz? Nagyon jó volt. Jó. Akkor jöhetek a következő körben? Igen. Tovább jutottam. Visszajutottál. Tényleg. Jó, már mert levideóztuk, föltesszük ezt, így nehéz megindokolni, vagy megmagyarázni, hogy történt. Valóban. Jó, nem? Nagyon jó. Uh-huh. És az, hogy itt, tehát én tényleg 25 centire ültem az újságtól. Hogy az Istenben? Igen. Varázslat. Jó, fönn van a videó, meg tudjátok nézni az Instán és a Facebookon, jó? Csak hogy tényleg ne maradjon le róla senki. Próbáltuk leközvetíteni, hát nyilván egy bűvésztrukköt a legjobb látni, de meg tudjátok nézni, és akkor a hallottakkal összetudjátok tenni. Még egy nagyon fontos dolgot, amit mindenképpen meg kell kérdeznünk egy bűvésztől. Mennyiben van egy hónapban nyúltáp? Igen. És hogy fogjátok be a galambot, ha elrepül a kalapból? Hova visz legközelebb, Soma? Kedden indulok Koreába. Egy szintén szakmai kongresszusra előadást tartok, meg szemináriumot tartok, meg van egy beszélgetés. Nagyon jó lesz egyébként, egy olyan gálaműsorban lépünk fel, a világbajnokok gálája, és az utóbbi 12 év 6 különböző világbajnoka lépünk fel együtt egy gálában. Tehát ez egy ilyen nagyon, nagyon szuper dolog lesz, főleg úgy, hogy Korea kapta meg a következő világbajnokság szervezési jogát. Tehát most ők is nagyon izgatottak, és szerintem mindent oda fognak rakni, hogy a 3 év múlva a következő VB-n
mindenki ott legyen majd. Aha. Észak vagy délkorában, csak azért kérdezem, hogy ugye, találkozunk-e még. Tudod, ha éjszakkorában nem tetszik a trükk, akkor azért ott nem biztos, hogy, nem biztos, hogy előkerülsz. Erre rájött. Csak egy ember ne tapsoljon. Igen. Kész. Ha a főnöknek nem tetszik. Nem indulunk el mi is ezen? Három év múlva egy ilyen nagyon primitív, berakjuk Ferit egy ládába, és háromba vágjuk, és egy műláb mozog a, láb, a láda végén. Nem indulunk és nem tudtok összerakni. Egy ilyen brutál rossz trükknek indul, de a végén betanulunk valami olyan elképesztően durvát, hogy senki nem fogja érteni a magyarázatot, és elindulunk egy ilyen nagy közhelyszerű, feküdj be a ládába, három részbe vágunk dologgal. És rosszul rakjuk össze. És igen, nem, hogy nem raksz össze. Mondjuk, ha rosszul összeraknánk, azért az... Az nagy csoda lenne. És működnék. Csoda. És középen van a fejed fölül, a lábad alól a testet, és működnél, az szép, igen. Soha, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Mindig örülünk neked. Ha van újdonság veled kapcsolatban, akkor jelezd, szólj. Bármikor szívesen látunk, mert egyrészt baromi jól beszél, szórakoztató, amit mondasz, és nem, nem rosszak a trükkök, tényleg. Jó, nagyon hát nem dicsérlek. Jó? Köszönjük szépen. Hajnoki Somának, köszi Soma, vigyázz magadra. Köszi, sziasztok. Köszi, hello, szépen. Szia. Ciao. Mi pedig megyünk tovább, hármasugrás, játsszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Na, most már nem hallja. Az jó, nem, az nem, Rodolfo, nem Rodolfo kettes doboz, nem? Nem, 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 szerintem a kiegészítő doboz. Volt Rodolfo dobozotok? Volt. Volt. Imádtam. A tojás eltüntetés. Az is a pénz, pénzes. Pénzesük tojás pénzés eltüntetés. Fogtál egy kis serlegbe, beraktál egy tojást, de a tojást úgy tudtad berakni, hogy a tojásnak csak a fele volt meg, ami kilátszott a serlegből. És fogtad az egyik kezedben a kicsi serleget, a másik kezedben meg a félig kiátszódó tojást, ami úgy nézett ki, mintha egy egész tojás benne lenne a serleg. És el kellett húznod a kezedet, és azt kellett megtanulni, hogy elhúzod a kezedet, a fél tojást visszaforgatod úgy a serlegbe, hogy ne látszódjon, hogy ott van. És hát gyerekek. Arattál mi? Minden anyák napján én léptem fel otthon. Anya, most figyelj. Nem áll megint a tojásos trükk, mondta anyám, de mindig előadtam. Én most gondolkozom, hogy veszek egy ilyet. Tehát a gyerekek előtt mekkora király leszel. Képzeld, csak egy ilyen tojásos. Csak vigyázzék el, hogy minden megmaradjon belőle, mondjuk egy hónap múlva, és nem pedig fő tojással kell, úgy csinálom, mert ott azért. Igen. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello, Robi. Robi, honnan hívtál minket? Pécsről. Mit csinálsz? Hát most éjszakás műszakot raktam, és most titeket hallgatlak. Kicsit fáradt is a hangod. Hát kicsit igen, de próbálok. Érdekes, hogy valakinek a keléshez kellünk, valakinek a lefekvéshez. Te velünk mész aludni? Igen. Hát még hallgatom a műsort, és utána alvás. És szépeket álmodsz utána? Hát, olykor. Attól függ, hogy mennyire idegesítünk fel azzal, amit mondunk. Nem. Mit dolgozol, hogy éjszakás voltál? Mit csinálsz? Hát, olyan terméket gyártok, amit a Feri használ igazából. Ha nem márka nevet mondasz, hanem magát a terméket, azt mondhatod nyugodtan. Nekem nincs ilyen bajom. Micsodát? El kell szívni. Tehát egy dohánygyárban dolgozol. Igen. Mondhatod nyugodtan, ez így ebben a formában nem számít reklámnak. Éjszakai műszak is van a dohánygyárban. Három műszak van, igen. Valamikor a töltényeket is meg kell csinálni. Ja, te igen. Hát ez csak legenda. Hát látod, éjszaka is dolgoznak, hogy tudjátok szívni azt a cigarettát. Bizony, köszönjük is nektek. De senki ne gyújtson rá, mert nagyon káros az egészség. Senki ne. És mit csinálsz? Mi a munkád azon belül? Hát gépeket kezelek, amúgy robotot is, de amiről ezt beszéltünk. Tehát gépkezelő vagyok. Gépkezelő vagy. Jól van. Milyenek a kérdések, Jani? Nagyon könnyűek. Nagyon könnyűek. Mehetünk? Hát akkor kezdjük. Itt szól az első kérdés nyakbaakasztóért. Hogy nevezik latinul azt a gépet, amit ha egyszer beindítanak, örökké mozgásban marad? Hát, perpetuum mobile. Így van. Így van. Nagyon jó. Menjünk tovább? Hát, próbáljuk. Baseball sapkáért itt szól a második kérdés. Hogy hívják a magyar tornasport legutóbbi olimpiai bajnokát? Tornasport. Tornasport is olimpiai bajnok lett az illető. Hát az a Berki Krisztián. Jó, van pontosan. Na. Harmadik kérdés. Harmadik kérdés. Jelleg? Földrajz. Hogy abba jó vagyok. Hát próbáljuk. Jó, ne kapkodj. Ne kapkodj, ez a lényeg. Hány országgal határos Szlovénia? Számoljuk össze. De mi is, vagy csak ő? Én az ujjaimat adom hozzá. Hát körül... Na, hát akkor mondjad őket. 5.
Nem, itt ugye nem tudják fogni, hogy igen, egy pici kevesebb, négy. Így van, négy. Csak négy. Horvátország, Magyarország, Ausztria és Olaszország. Na igen. Na, bumbozunk egyet, 1000 éve nem bumbozott senki. Hát, próbáljuk. Jó, próbáljuk. Lehet. Megmennek az ajándékcsomagok, figyelj, tiki-taki. Bum! Hey! Ez igen! Na, ebbe beleadtál mindent? Hát, fölébettem. De igaz! Azt a mindeni defüstöl! Azt a betyárját! Villog is! Erre már ne hívjanak tűzoltó! Azt a mindeni! Kicsit lefújtuk a port a Boom szoftverről, de egy megfáradt éjszakákat átdolgozó hallgatónknak ez a Boom szoftver. Egy van, egy föléled a vörös kakas, ahogy a tűzrendészek szokták mondani. Van egy ajándékcsomagod. Ó, köszönöm szépen, nagyon örülök, köszönöm. Ugye? Robikám, hidd el, mi is rettegünk, Stephen Hawking megmondta, hogy egyszer a mesterséges intelligencia lesz, majd vesztünk, ha bumszok, tehát öntudatára ébred, először velünk számol le. Végünk van. Az hát, biztos. Ebből csak tanulni tudok. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük, ügyes vagy, jó pihenés neked. Jó munkát, sziasztok. Csálló. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. A betyárját. De rendes. Hát mégiscsak nyári szín. Három éjszaka dolgozik, dohánygyárban. Hát. Én mondtam, hogy jól nyomunk rajta egy reszetet. Jó, jól tetted, meg az is ott tett neki, hogy beöntötted a kávédat a múlt héten. Lehet, hogy ettől kezdett feléledni. 3 perc, van pontosan 9 óra, még egy nagyon jó SMS. Oké, Soma, feladom, hol van kummediátor Marika? Jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és nem sokat kell már várni, hogy kisüssön a nap. Lehet, hogy már néhány helyen süt az országban. Ugye nem abból indulunk ki, vagy próbálunk nem abból kiindulni, ami itt nálunk van. Budapesten, de itt délután 1 óra, 2 órára mondják a jó időt, és onnantól kezdve, hát, irány a hőségriadó. Hetek. Bele a melegbe. A negyedik ebben az évben. A negyedik ebben az évben, ez majd jövő héten tetőzik, így van, jövő hét szerda csütörtök körül lesz a legmelegebb, 34-36 fok lesz újra, addig viszont fokozatosan, hát szépen lassan napról napra egyre melegebb lesz. Bábolna Komárom között baleset Pest felé az M1-esen, István, köszi, hogy elküldted. M7-es Budapest irányában a 132-es kilométernél a sebességet mérik a rendőrei. Jucus küldte nekünk. Haleset. Hatalmas baleset az M1-esen Budapest felé. Így van, ahogy az előbb is mondtam, Bábolnánál, már most nagy a dugó, ezt Bazsi küldte nekünk. Aztán Dunakeszi és a Megyeri híd között a régi 2-es mellett biciklis gázolás történt. Aj, szegény úristen, könyörgöm, figyeljük egymásra, írta nekünk Gyuri. Az hát, mert ráadásul a biciklis úton történt. Hát igen, igen, igen. A bicikli úton ráadásul, tehát ez, nem is értem. Hát van egy keresztbe valami út, ami keresztül megy, és ott valaki nem adta meg az elsőséget. Reméljük, hogy nem arról volt szó, hogy az a sáv tök üres, miért nem mennek. Az M3-os autópályán Debrecen felé a Rekety és Pihenőnél állítják a trafit. Fecó küldte, és ez lehet, hogy ugyanaz. Azt mondja, nem, ez Debrecen, Faraktár utca a felüljáró előtt, a város felüli oldalon kint a három lábú. Na, többen hiányoljátok a videót. Eltűntette a Soma. Soma, igen, jó, megcsinált. Nem, annyi volt, hogy rosszul vettük föl, mert nem indította el Laci, tehát nagyon toltuk, nagyon megcsinálta a trükköt, és nem nyomott rá kétszer a videójelre, ugye a telefonján csak beállította, hogy videó, vagy nem nézte meg, hogy pörög-e a számláló, úgyhogy nem történt semmi. Viszont hát Somát nem engedtük el, és megcsinálta adáson kívül nekünk ezt a két trükköt még egyszer, hogy ti sem maradjatok trükk nélkül. Felvettük, nem modelleztük le, hogy most alábeszélünk és újra örülünk, csak ilyen spontán röhögés van, meg mi beszélgetünk közben a trükk alatt, de most már pillanatokon belül fent lesz a Facebookon. Hát igen, Laci nem volt annyira helyzet. Én mondtam, hogy ha csak egyszer veszük fel, akkor az én telefonomat használjuk inkább, mert az megbízható. Jaj, ez nem telefonhiba, emberi hiba volt. Az a vettük van föl, nem láttuk volna semmit. Fekete-félbe filmkarcos alapból. Kétszer vettük föl, de legalább láttunk valamit. Nem, fönt van most már pillanatokon belül a Facebook oldalunkon. Süt már a nap, mi a újság? Nem. Nem? Egy nap sem. Nem. Nem, a nyárnak semmi nyoma. Semmi?
Jó, de te is délutánra ígérted. Most mit kérsz bennünket számon? Csak jelentsetek, mert ti ültök az ablakhoz közelebb, hogy mi a helyzet. Na, úgy látszik, hogy ma ilyen világbajnokságos napunk van, ami egyáltalán nem baj, mert hogy sorra születnek szép eredmények világbajnokságokon, de most kivételesen nem sport világbajnokságról beszélgetünk, ahogy az előbb sem tettük, ugye, mert hogy bűvész világbajnokságról volt szó, hanem gyors és gépíró világbajnokságról, gyerekek! És magyar sikerekkel zárult a gyors és gépíró világbajnokság, amit egyébként Budapesten rendeztek. És ha már ilyen világbajnokságos napunk van, akkor arra gondoltunk, hogy meghívjuk azt a két helyezettet, akik a legelől végeztek ezen a világbajnokságon. Itt van velünk Ferenc Zsuzsa és Viczai Erika. Hello, jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Sziasztok, üdvözöljük a hallgatókat! Bűvész világbajnokság, gyors és gépíró világbajnokság. Hát mindenben ott vagyunk, a szerenk. Mindenhol ott vagyunk. Ki a Zsuzsa, ki az Erika? Én Ferenc Zsuzsa vagyok. És akkor kitaláljuk, hogy most kezdve egy jó műsorvezető megkérdezi, és ki az Erika? Láttam ilyet egyébként. Pont kizárásos alapon a szőke hölgy. Két héttel ezelőtt egy kábel csatornán ez a beszélgetés lezajlott, és ott a műsorvezető megkérdezte, hogy ki az István akkor. Igen. Na, gyors és gépíró világbajnokság. Meséljetek nekem erről egy kicsit, hogy ki lett az első, ki a második? A második helyezett Viczai Erika lett, én pedig én szerénységem sikerült nyerni. A betyárját, ezt tudjuk ilyenkor percre, és karakterre, másodperce? Igen. És parlamenti dolgozó, Árvainé Dani Judit. Jaj, ti a még egy világbajnok. Vagytok, tehát az első három helyezetet elhozták parlamenti dolgozók. És ami kimaradt a hírekből, most kiegészítem még. Helyes, csapjunk oda. Ifjúsági világbajnokunk is van, Pekár Erika személyében. Ő a kis parlamentben dolgozik, vagy hol? Ő még tanul. Ja, még csak tanuló. Aha. Aha. Ő még dolgozik. Aha. Szóval tehát a parlamentből jöttetek, azért vagytok ilyen félősek. Magunk mögé utasítottuk a komplett nemzetközi mezőnyt. Na, meséljetek egy kicsit a versenyről, ez hogy zajlik? Laikusok vagyunk gyors és gépírásban. Kap az ember egy szöveget, és ez csak gyorsan le kell írni, amit aztán visszaírtok normál szövegé, megnézik, elemzik. Hogy történik ez? Úgy kapjuk a szöveget olyan formában, hogy egy diktátum hangzik el, ami fokozódó sebességű. Ez azt jelenti, hogy az elején még lassú, majd percenként bizonyos szótag számmal megnövekszik, így a vége az már egy gyors hadarás lesz. Percenként, tehát ez azt jelenti, hogy több percen keresztül kell, akár mondjuk 8-10 percen keresztül folyamatosan írni? 15 percen keresztül. 15 percen keresztül. 3-5 perces blokkból áll. Közelebb egy picit. Tehát az alsó szint a C kategória, 2 másodperces szünet következik, aztán a B kategória kicsit már gyorsabb. Kategóriák is. Igen, vannak. És a mester szint, a fog, az pedig az A kategória, aminek a vége már tényleg gyors hatarás. És hát 3x5 perc, ez szakszöveg, vagy egy átlagos szöveg? Hát szakszöveg is lehet, de főleg gazdasági, politikai témában. Hát nyilván ez egy apatermesztés volt a téma. Hogy nem voltam ott. És az ilyen parlamenti ülésnapokon is bent vagytok, és akkor ott jegyzeteltek? Kit a legkönnyebb igen követni a képviselőrak közül? Aki egyáltalán nem szólal meg. Igen. A napi rend előtti felszólalásom témája. Na most vaj, most mond a nevet? Nem, én hadd javasoljam, hogy térjünk vissza a versenyre. Mivel nagyon kevés az idő, és mi erről szeretnénk. Persze, nem kell mondani, csak humorizálunk, hogy ne legyen azért ez a dolog nagyon száraz. Most mi van itt az ember a 8. percben elveszi a fonalat? Felteszi a kezét, hogy ahogy mi szoktuk régen a gimi, hogy elnézést. Lehetne még egyszer. Hol tetszett tartalmi, picit lemaradtam. De Isten őriz, egymást nem zavarjuk, mert van, aki tovább szeretne írni. De akkor úgyhogy te feladod, ha ott elvesztetted? Hát feladom, és csendben megvárom a diktátum végét. Igyekszem a többieket nem zavarni, de általában azért megpróbáljuk végigírni legalább, ha utána nem is tudjuk elolvasni, de azért meg kell. Hogy van az ellenőrzés, hogy ezt valaki, amit ti leírtatok, átnézi, vagy neked vissza kell írni a szöveget aztán abból, amit gyorsírtál? Ugye arról van szó, hogy abba lehet hagyni. Tehát egy minimum szintet teljesíteni kell, ami azért az iskolai követelményeknél magasabb, és ha valaki a 15 percet nem bírja végigírni, hanem mondjuk 12. percnél abba hagyja, akkor odáig átteszi, tehát elolvassa, legépeli, és utána az ellenőrzés pedig több szűrőn megy keresztül, többen ellenőrzik, más nemzetek is, és szóról szóra helyesírásilag és a pontosságot. Na de más jelleget használtok, máshogy írtak ugye értelemszerűen, tehát nem
úgy kell elképzelni, tehát mások hát a jelek, úgy, ugye? Tehát nem a normál betűket írjátok, tehát teljesen más közirás, alapon dolgoztok. Sírövítések, mint a Mézga Gézából, hogy kapcs Ford, tehát, hogy hanem grafikus jeleket, ami már... Úgy van, hogy igen. Egy jel az több hangot is jelent. Tehát nem betűket írunk, hanem jeleket írunk, és ezen belül még a különböző szavakra, kifejezésekre vannak rövidítések. A szeretlek, az hogy van? Az hogy írod, hogy szeretlek? A szeretleket a szerre van egy rövidítés, a többi pedig mi? Kiegészítem. Hát ez az életben is egy bonyolult dolog. Hát a gyorsírásban se olyan nagyon egyszerű. És a parlamentben ilyet soha nem mondanak. Azt mondjuk, az igaz. Meg a másik, hogy vannak szavak, amiket nem kell megtanulni. Nem csak a parlamentben lehet használni a gyorsírást. Hogy írnátok le azt, hogy a Morning Show az ország leghallgatottabb reggeli rádióműsora? Már nézd meg, két pöcök, egy izé, meg egy... Van egy bizonyos lassúság. Bárjál már, ez öt darab ilyen izé. Rövidebben is lehet. Igen. Végül is a gyorsírás egy grafikus jelekből áll. Egyenes, kampó, hurok, kör, és akkor nem írunk le minden hangot, hanem egy-egy szót, a legjellemzőbb... Az első jel, ami egy ilyen vonal, az azt jelenti, hogy morning? Hát ez például a morning showból egy a logónk. Az első jelet te nem is látod, mert hogy az egy pont, az jelenti a határozott név előtt, az az A betű. Az csak egy pont. Ja, mondjuk csak mondom, hogy minket azért nem nehéz megvezetni a témába. Egy O betű, egy I és egy S-et jelöltem. De ezt többféleképpen írhatja bárki, a lényeg, hogy vissza tudjuk olvasni, és... És tehát itt tulajdonképpen gyerekek, mindenki azt ír, amit akar, érted? A lényeg, hogy ő maga írja. Ő maga írja. Igen, magadnak kell érteni. Egymás gyorsírását sem tudjuk ilyen magas fokon elolvasni, mindenki a sajátját tudja értelmezni. Akkor a zsűri az hogy dönti el? Tehát, nem a gyorsírás nézik, hanem az eredményét, ugye, amit én a gépben már... Tehát neki aztán rendes szöveget visszafordítasz. Saját magadnak visszafordítasz. Teljesen jól látod a helyzetet. Nagyon komoly. Akkor ebből kifolyólag, vagy ebből kiindulva, a háború és bék az körülbelül 3 darab A4-es lap. Az egész könyv. Igen. Tehát bűn és bűnhődés, ez két oldalban simán megvan. Még akire most jöttem rá, hogy egy gyorsírással írta végig a gimnáziumot. Tehát egy jelekkel kell. Igen, nagyon is sajnáljuk, hogy nem tanultad meg, mert ki tudja, hogy kiből lett volna cserebogár. Tehát a János úgy dedikál, hogy Vadon Jani 2. mosolygós arc, 1 ember fél perc, az alatt én iskolabusznyi mennyiséget tudok úgy kiosztani egyébként, hogy mindenki baromi boldog. A B betű van egy kicsit elengedve, a végén az S betű, hogy érezzék, és a vesző van ott. Igen, és ebből igen. Azért érzed, hogy Balázs különbözik is azért a Janinál. Nagyobb hatékonysággal dolgozom. De elgondolkozom, hogy az B-je. Nekem B. Hát a gyorsírás alapján. Sokkal nagyobb tehetsége van hozzá. Én szinte magam előtt látom a jelenetet. Balázs, jöjjön, legyen szíves gép! És igen, megyek. Tessék parancsolni. Diktálok. És ott vagyok, és írok. Na, oké, nézzük akkor, hogy írjátok le a következő szöveget, jó? Na, először lassan kezdem, és aztán a végén begyorsulunk, jó? Mehet? Nem lesz hosszú, tehát nem 10 perc, ez egy pár mondatos kis szöveg, csak nézzük meg, hogy mi van belőle. Mit akartál mondani? Mikrofon. Ha vissza kéne olvasni, az a minimum ennyi idő, tehát a műsoridő megkorlátozott. Ja, nem, rövid, 3 mondat, csak jó. Nézzük meg, hogy aztán jó. Mi lesz a visszaolvasásból, de azért annyira hosszú, hogy ne emlékezz az elejére. Pörgess meg. Jó? Na figyelj. Látjátok, feleim szűntük, mik vagymuk, kisapor és homu vagymuk. Hadi utú megy rá. Nagyon csalás. Nem, na figyeljetek. Tekesek rontottak a navosokra Záhonynál. A gyanú szerint 18 vámos és 3 civil pénzért segítette a cigaretta csempészeket, akik Ukrajnából Magyarországra csempészték az árut. Elrontotta? Hát eldobtad. Igen? Halló. Hol? Aha. A 3-nál vagy az Ukránnál? Az izgalom. Na, újra kezdjük, jó? Nem, csak felháborodott. Jó. Szörnyű. Megértem, hogy nem vagy annyira szép beszédhez szokva. Tehát azért itt artikulálok, szépen mondom. Oké. Okay. Most viszont egy kis csendet kérünk a zavaró tényező kiküszöbölése érdekében. Azt hiszi, ugyanazt a szöveget kapja, de most nem. Közfoglalkoztatottakat toboroznak Csongrád megyében a kertési... A kertés sírok karbantartására. Újraindítás. Diktálási hiba. Térjünk vissza az előzőre. Mehetünk?
Tekesek rontottak a navosokra Záhonynál. A gyanú szerint 18 vámos és 3 civil pénzért segítette a cigaretta csempészeket, akik Ukrajnából Magyarországra csempészték az árut. A NAV közleményében az olvasható, továbbra is a legszigorúbban felépnek a korrupciós és hivatali bűncselekmények ellen, céljuk, hogy többet egyetlen egy ilyen eset se forduljon elő. A most lebuktatott 21 embert őrizetbe vették. Hát... Sikerült? Apám, micsoda tempó volt, de ne menjünk az hát először hadáljunk már meg a hihetetlen teljesítmény előtt. Döbbenetes, hogy egyébként egy pillanatra se vesztetted el a fonalat, és leírtad, vagy hát legalábbis vannak jelek a rajzodon. Ja, vagy te a... közben írtad, én azon csodálkoztam, hogy Balázs milyen gyorsan és folyamatosan beszélt. Mondom, hogy egyszerűen hihetetlen. A végére kicsit szemétbódot direkt nagyon begyorsítottam. Ennyire gyorsan beszélnek, hogy ennyire beszélhetnek gyorsan a világbajnokságom? Akkor megmutatnám egy ilyen gyakorló szövegen, de csak egy pár másodperc. A fenntartható fejlődés fogalmának szükségességének meg... Oh, igen, ugye? Gyorsan beszélnek, ezt nem mondod komolyan. Hát ez a 460... Karakter per perc, vagy szótag? Hát ez képest én elég lassan. Igen, elég lassan szótag számban mérjük a sebességet, tehát nem az, hogy hány betű van benne, vagy ahány szótag... Annyi. De ehhez képest akkor én még viszonylag lassan olvastam. Hát az eleje vége az határozottan lassú, volt a középső részt, azt nagyon megtoltak. De hát jöjjön a visszaolvasás. És most kell ezt visszafordítani saját magadnak, ugye? Még egy kis időt szerintem a kérnek hozzá. Ilyenkor meg kell fejteni. Meg kell fejtenetek a dolgot. Saját magadnak. Ott a versenynél 150 percet kapunk, hogy minimum 3 percet áttegyünk, tehát ezt nem úgy lehet olvasni azért, mint egy nyomtatott szöveget természetesen. De folyékonyan nem tudom. Én inkább egy keresztrejtvényhez hasonlítanám. Hm. Milyen érdekes világ, nem? Hm. Magában. Komoly. Ugye, hogy elkezded, és a saját írás jeleid alapján végül is papírra viszel dolgokat, és ha jól tanultad meg saját magadnak, ez egy saját magad által kidolgozott szimbólumrendszer is részben, nem? Nyilván vannak alapok, hogy pont az a névelő, és nem tudom. Igen, de még annak idején az iskolában a bizonyos kötelező rövidítéseket tanítottak, és ezekre az alapokra tudtunk aztán később építkezni. Végzetes hibát valamelyikőtök elkövetett? Már egy visszafordításban volt arra például? Igen, igen. Tehát volt, hogy diktáltak valamit, te leírtad, és egy szó mondjuk rosszul fordítódott vissza, és fatális félreértés lett. Volt ilyen? Én úgy jártam a bécsi világbajnokságon, hogy a sztenogramban, tehát a leírtok visszaolvasásakor ugrottam egy sort, és ezért ez annyi hibát eredményezett, hogy sajnos ez miatt nem sikerült. Aha, tehát egy komplet sort kihagytál, de az ugye igen, neked sajnos, csak egy sort, de a sajnos valamilyen sok. Hasonló jelekkel kerülhettek egymás alá, és ez miatt történhetett ez meg. Jó, nem kérdeztük meg a legfontosabb kérdést, amit mindenki feltesz, milyen érzés volt a dobogó legfelső fokán a himnuszt hallgatni. Sajnos annyi versenykategória van, és olyan sok a résztvevő, hogy himnusz nem szokott elhangozni, nagy bánatunkra, de nagyon jó érzés, és főleg azért, mert itt volt Budapesten, tehát ez így most hát ez egy nagy dolog, persze. Na, sikerül akkor visszaolvasni? Ugye az elejét, igen, végét lassabban mondtam. Van egy jó pár torzulás, és ugye tudni kell a gyorsírásról, hogy a magas magánhangzókat vékony jellel jelöljük, a mély magánhangzókat kicsit megnyomjuk a ceruzát vastagon. Ugye ez a sebesség, Mária, meg egyéb tényezők hatására ugye torzulhat, ugyanúgy, hogyha 1 milliméterrel jobbra vagy balra dör, vagy feljebb kerül, vagy lejjebb, akkor is más jelent. Atya hát, Isten, van nem egy torzulás, de azért megpróbáltam. Tekesek rontottak a navosokra Záhonynál, a gyanú szerint 18 ezer vámos, és 3 civil pénzért segített a cigarettacsempészeket, akik Ukrajnából Magyarországra csempészték az árut. Aha, 18 ezer ott az. Az én, igen. De hát azért... Nem, bocsánat, 18. Jó, de hát azért ez jó, ez megvolt. Bajban lettünk volna, ha ezt nekünk kell megoldani. Nem egyszerű ez azt. Igen. Inkább lennék hideg burkoló. Egyszerű, de... Én nem. Igen, ugye kinek mi áll jól. Van gyeremény? Amikor megnyered a világbajnokságot, 2 nap parlamenti, Szabi, nem kell bemenni? Vagy valami ilyesmit kaptok? Be kell menni. A nyeremény az egy Intersteno által kiadott érem, vagy esetleg kupa. Hát be kell járni, hát legalább egy kis szabított határok hozzá. Igen. Nem sokkal... A tévhitekkel ellentétben nincsen ilyen külön díjazás. Aha. Eddig sem volt. Mindenki az erkölcsi elismerésért csinálja. Megszállottként, úgymond. Hát igen, persze.
Hivatásszerűen, nem? Az embernek ez egy hivatás. Lányok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, szerettük ezt a dolgot. Számunkra egy teljesen ismeretlen világ, illetve hát, ha megmutattam néhány tényleg is füzetemet, nem lenne annyira ismeretlen, mert kérdés, hogy visszatudnátok-e fordítani. De nagyon érdekes volt. Született Zseni, mondanák a szakértők. Köszönjük a meghívást. Nézd, Nagyír, köszönjük szépen. 4 perc elmúlt, vagy 4 perc lesz pontosan 9:30. Jövünk mindjárt egy pici szünet után. 9:30 múlt, pontosan 4 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, James Blunt. Utána azt nézem, hogy van-e még friss közlekedési hírünk. Van, mindig van, küldik nekünk a hallgatóink. Edelényben a MOL kút után szerelik a trafit, úgyhogy mindenki vigyázzon. Aztán a Görbázi benzinkút előtt trafi, ezt Zsolti küldte nekünk. M1-es Pest irányában a 90-es körnél van egy baleset, és emiatt torlódás van. Valamint Nagycenk és Kópháza között baleset, két személyautó ütközött, 200 méterre tőle meg egy teherautónak kiesett a kereke. Ezt Ramos küldte nekünk. Köszönjük szépen Ramosnak, hogy elküldte a legfrissebbeket. Olvastátok ezt a vadászt, aki büszkélkedett azzal, hogy lelőtt egy oroszlán. Doktor urat, hogy tényleg beszéljünk róla néhány mondatot, érdemes szerintem. Számomra teljesen felfoghatatlan, hogy embereknek ez még mindig élvezetet és örömet okoz, de hát őt most meg akarják lincselni, mert hogy hát Zimbabwe kedvenc oroszlányát lőtte ő ki, és ő nem tudta, állítása szerint nyilván nem tudta, hogy miről van szó, milyen oroszlánt lő ki, és neki már voltak előző ügyei is, hogy fekete medvét lő, tiltott helyen lőtte. Mindenesetre a lényeg, hogy ő azt mondja, hogy erre neki engedélye volt. De nem is ez a bürokratikus része az érdeke szerintem ebben a történetben, hanem hogy azért az emberiségnek egy része a számomra teljesen értelmezhetetlen, és soha nem fogom megérteni ezt a dolgot, és nincs rá ideológia sem. Mert a trófeagyűjtés. A trófeagyűjtése, szóval, hogy ott áll az ember, aki leterítette ezt az oroszlánt, ami egy gyönyörű szép állat, mosolyogva az ő barátjával, úgy, hogy egyébként az oroszlán már elpusztulva fekszik, hogy ezt emberek miért tartják jónak, szépnek, nem értem. Ugye a belföldi vadászatnak azért van egyfajta célja és értelme és funkciója. Tehát, hogy rendben tartod a vadállományt, ugye, ha nagyon elszaporodnak a kártevők, mert ugye mi emberek átvettük a helyet, és már nincsenek csúcsragadozók, akkor azért azokat is ki kell lőni, az sokszor nem öncélú. Ugye? Így van, tehát, és az élelmiszeripari felhasználást se felejtjük el. Így van. Az oroszlán esetében itt egyiket se tudod mellé rakni. Egyiket se. És érdekes, hogy a róka pörköltet például. Igen, tehát vadásztak rá egészen sokáig, kicsalogatták étellel, nyugtatós húst kevertek a kajájába, meglőtték ípuskával, az oroszlán elmenekült, szenvedett hosszú órákon vagy napokon keresztül, aztán végül is követték, megtalálták, és akkor lelőtték. Hát cirka két napon keresztül. Két napon keresztül haldoklott az állat, kínozták, és tényleg ő most a leggyűlöltebb vadász egyébként mindenhol, szerintem teljes joggal. És az ember nézi ezt a képet, és arra gondol, hogy nincs igazából helyünk ezen a bolygón, nem? Ha. Tehát, hogyha még mindig itt tartunk, akkor valahogy tényleg sokszor igaz az a mondás, hogy megérett ez a faja a pusztulása. Nem azért mondom, mert mindannyian ilyenek vagyunk, de szörnyű. Szörnyű ezt látni. Az ő esetében azért mindenképpen el kell mondani azt, mert ez az igazsághoz hozzátartozik, hogy az ő engedélyei tényleg rendben voltak, tehát ő engedélyt kapott arra, hogy egy oroszlánt kilőjön. Csak hogy ők egy olyan oroszlánt lőttek ki, ami egyrészt közismert volt, nem csak ott a közvetlen környezetében a nemzeti parknak, hanem gyakorlatilag világszerte. Ráadásul egy jeladóval ellátott nyakörv is volt az oroszlánnak a nyakán. Igen. És amikor ugye ők leterítették az oroszlánt, akkor ők ezt a jeladót megtalálták. És az oroszlánnak levágták a fejét azért, hogy a jeladót el tudják távolítani, és megnyúzták, hogy aztán később ne lehessen beazonosítani, hogy ő volt ez a bizonyos Cecil. És az a mosolygós kép, amit felraktak mindenhol, az nyilván már akkor készült, amikor ők már tudták, hogy ez az oroszlán, ez egy megjelölt oroszlán volt, jeladóval a nyakán, egy védett állat. Igen, befizetsz, mit tudom én, $30,000 vagy $50,000 fogsz egy puskát, és elmész oroszlánra vadászni. Tehát egy ennek alapjában mi a sport értéke, hogy lelősz egy olyan állatot, amit egyébként puskával nyilván nem annyira nehéz lelőni. Persze, aki csinálja, az azt mondja, hogy gyere, nézz szembe, te egy oroszlánnal próbáld meg milyen lelőni. Milyen nézz szembe? Hát kilométerre van tőled, és kilövöd. De ha ipuskával is lövöd, akkor közelebb kell menni. Tehát ebben megvan maga az adrenalin, minden. De valahogy ugye mégsem gondolja az ember fernek, nem? Hogy ipuskával lelövöd az állat, két napig szenved, oda megy, beleengedsz még egy golyót, és aztán szépen büszkén felrakod a Facebookra, hogy annyira értelmes
értelmetlennek tűnik egyébként, nem az tudom, is. Hogy ki mennyire meggyőzhető ebben a témában, hogy én nem tudom, hogy az befizet 50 ezer dollárt, hogy tulajdonképpen lemészároljál egy állatot. Hát nem? És ennél... És nincs csak esélye az állatnak, tehát én még azt sem mondanám, hogy ez egy küzdelem. És még itt, hogyha lehet azt mondani, ennek az oroszlánnak több esélye volt, mint például azoknak a szibériai medvéknek, akiket a téli álmokból zavarnak fel. A medve azt se tudja, hogy hol van, kirongyol a barlangból, és a barlang előtt pedig puff. Ott van ugye az amerikai vadász, vagy egyébként bármilyen nációnak, bár nációból jöhetett, ő kifizetkezők is 20-30-40-50 ezer dollárját azért, hogy ő lelőhessen egy medvét Szibériában. Aki nem lát még azt az állom, se tudja, hogy hol van a szerencsétlen, arról nem is beszélve, hogy lehet, hogy a kölykei ott vannak bent az ódóban. Hogy ilyenkor azt mondani, hogy álljál oda egy késsel. Maradj bent, igen, a nemzeti parkon és belül, legyen egy kés nálad, és legyen bent 3 napot. Ez egy 2,5 méteres medve kijön a magam itt 4 mázsájával, és akkor ottan legyél hős. Mert például ugye a víz alatti halászatnál ez van, hogy a szigonyos, ilyen puskás halászatnál, hogy akkor csinálhatod, ha szabad tüdővel vagy. Uh-huh. De nincs készülék. Ahogy felvetted a készüléket, onnantól kezdve büntethető vagy a víz alatti szigonyos halászatnál. Ha te készülék nélkül vállalod a dolgot, igen, akkor korrekt vagy. Igen, hát itt is ezt kéne csinálni. Nem csak a vadász hibája, magában a rendszerben is nagy hiba van. Hát erre egy iszonyatos iparág épül. De. Tehát az, hogy te ott vagy X héten keresztül, fizetsz egy csomó pénzt az államnak, a nemzeti parknak, az országnak, oda turisták mennek, amerikaiak ezrei. Hát ebben baromi nagy bevétel van. Tehát maga az egész rendszer okolható ezért szerintem. Csak mégis tudod, hogy láttam ezt a szerencsétlen állatot lelőve, azt gondoltam, hogy a Istenem. Tehát, hogy ugye ez egyáltalán nem tartom korrekt. Amit te is mondasz, itt egy kés mennybe, legyél bent 3 napot, fizess 50 ezer dollárt, ha kijössz. Akkor viheted az oroszlánt, ha megcsináltad, akkor elviheted, akkor a tiéd. De hogy ilyen teljesen értelmetlennek tűnik. Nyilván profit van mögötted, pénz van mögötted, de valahogy nem. Azt a részét, azt a részét nem tudom elfogadni, de azt meg tudom érteni, hiszen van ugye igény, akkor biztos, hogy megteremtődik az is, aki ezt elintézi 50 ezer dollárért. Teljesen hivatalosan zajlik, tehát ez nem ilyen. Nem értek, azt a csávót, aki a vadászatot magát végzi, tehát lelősz egy állat, hogy mi benne a jó? Igen. Tehát ott vagy, megsebezted, belenézel a szemébe, lelőved, és lefotózod. És van egy fotód, amit kiteszel az irodádba. Igen, tehát van, aki ezt valódi sportértéknek mondja, azt mondja, megmásztam egy hegyet, tök jó, brutális, de hogy lelősz, én szerintem erre van olyan ember, aki ezt, apám, hát az milyen durva. És azt bírta mondani a csávó, fogoros csávó, de 3 napig ültünk a lesen. Anyád. Az komoly. Én meg a kocsmába, képzeld, de szerintem az is van olyan nehéz. Én amikor őrkatona voltam, hagyd tartsán, elég sokat ültem a lesen, nem lőttem senkire. Igen. Szóval ez olyan hülye bizonyítás a férfiakban, nem? Hogy elmegy, és akkor így valamit ezzel, nem tudom, hogy hülyén kompenzálsz, elmész, lelősz egy állatot, egy zsiráfot, láttam, mikor a YouTube-on tele van ilyen videók, amit csak a félig találja el a hülye a zsiráfot, és nem jól lövő meg, és csak megsebzi, és esik el a zsiráf, már nem tudnak újra rálőni, tölti a puskát, nem találja el, az egészet egy turista fölvette, figyelj, elképesztő, vagy aki ott volt a vadászaton, hát az valami hát ez szívszorító, és támoljog a zsírem, és akkor végén valahogy egy másik ember átveszi tőle a puskát, mert annyira izgul az ember, aki befizet, hogy nem tudja lelőni az előtte már csak támolygó zsiráfot, és akkor átveszi a profi nyilván, és hát kivégzi az állatot, szó szerint. És látszik a palnéni teljesen megilletődve ott áll, hogy na most akkor ketten lelőttek egy zsiráfot. Hát ugye? Hogy ilyen teljesen értelmezhetetlen. Ez tulajdonképpen tényleg itt arról van szó, hogy az eredeti férfi a sokszor a létfenntartásról szóló vadászatnak az elcsökevényesedett túlcivilizált változata ez. Aminek kapcsán még sokan tényleg azt hiszik, hogy ebben van valamiféle férfiasság, semmi férfias nincsen benne. De hogy nem látok, ugye nincs benne? Ebben semmi tökösség nincsen, semmi férfiasság, semmi keménység. Attól, hogy valaki terepszínű cuccokat akar magára nyakolni egy zsiráfot. Igen, attól, hogy messziről kommandósnak lehet nézni, vagy katonának, attól még nem lesz tökös. Mert ebben semmi tökösség nincsen. Oda menni valahova telepjáróval, aztán lapockán lőni valami nagy vadat. Semmi. Semmi. Tényleg, tehát abszolút nincsen. Nincsen sportértéke, igen. Na jól, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Itt volt velünk a mi drága Sománk, aki ugye bűvész világbajnokságon volt, Hajnóci Soma, és nagyon szeretünk vele beszélgetni, jól is beszél, jó dolgokat mond. Széttépte az összes népszavit. Minden kárt tett a stúdióban. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy zajlik egy bűvész világbajnokság. És volt egy nagyon helyes játékosunk, aki Óven bácsival és Beru nénivel játszott, és kiderült, hogy ő a TV2 Akadémián tanul, és aztán elkezdtünk vele beszélgetni, hogy mi szeretne lenni,
mit tanult, mit vettek már át, és helyes dolgokat tudtunk meg. Úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva, pontosan 10 óra. Ja, csak... nagyon ügyes ez a papagésa. Igen. Próbáltuk átadni, nyilván nehezebb egy picit rádióban, de így fordítva a mozdulatokat, ugye egyrészt gyorsan csinálta, de hát próbáltuk mondani, hogy mit csinál, de fent van, vagy fent lesz pillanatokon belül a videó a Facebookon, megnézzétek. Soma trükkjeit, ügyes volt. Csabi, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Már megint lemaradtam róla, pedig akkora élvezettel hallgatom, hogy azt érzem, hogy mekkora szerencsés vagyok, hogy bejövök, és majd láthatom is, de hát megint később. Lemaradtam a közvetítésről visszahallgatva a Best of-ot, mert ugye ilyenkor nekünk feladatunk átadni, hogy mi mit látunk, csak annyira gyorsan csinálta, hogy nem tudtam utána mondani, hogy mi történt. Úgyhogy kíváncsi vagyok a videóra, én is megnézem. Hát, ügyes. Szerintem. Fent, még nincs. Laci most teszi pillanatokon belül, fönt lesz, igen, csak sok-sok minden volt ma reggel, aztán most tudjuk feltenni. Jó vagy, minden oké? Minden oké, voltam ma is edzeni, és hétvégén ellátogatok életemben először Erdélybe, képzeljétek. Na, de jó. Hakni? Hogy eltaláltam meg? De nem hakni, hát azért ez nem hakni, van egy olyan, hogy a Keresztúr nevű települések találkozója, és ez évről évre mindig egy Keresztúr nevű településen zajlik, hát volt már többek között Rákos Keresztúron is, és mi, mint a Keresztúr delegált zenekara, most Székely Keresztúron lesz a találkozó, és ott leszünk mi is. De jó. Hány napra mentek? Hát a zenekar már elindul ma, mert ők szeretnek turistáskodni, én pedig, mint egy igazi rockstar, holnap utánuk repülök. Külő. De már. Menő. De már. Nagyon menő. Egy óra alatt ott van a repülő. Hova? Kolozsvárig, vagy meddig? Nem, Marosvásárhely, és onnan egy óra autóval. Hát ez nagyon De tényleg, mint a rockstar. Ők megutaznak, vagy 8-10 óra. Mennek autóval, a frontember megy utánuk repcsivel. Így kell, Csabi, na, jó, így, kell. Így kell. Hogy lehet? Add meg a módját. Ti nem így csinálnátok? De. Jó, Jani, nem, de tényleg. Nagyon sokat fogsz látni. Hihetetlen. Ennyi. Ja, és ez lesz a holnapi nap. Az jó, hát azért mész repcsivel, mert ugye kezdődik a koncert, viszont nem tudsz 10 órát utazni, mert ma még dolgozol, nem? Hát egyrészt ma még dolgozom. Látod, hogy figyelek Cibi Csebre a megítélésekre, látod? Hogy... Másrészt egy, nem töltenék el 3 napot egy koncertért egy helyen, tehát hogy... Így is vasárnap fogunk csak visszajönni értelemszerűen. Saját gépen mész, hogy Csaba Vannal? Persze. Csaba Van. Csaba R, így van. Hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Mindenhova repülünk, értem. Na... Jó, gyerekek, ha nem, persze nincs ezzel. Tegnap sem, ma se, hát azért. Igen, ilyen ez, hát nem mindig számítanak ránk. Mi a recept, Feri? Nem tudom, hogy merjem-e mondani. Sajtos tejfölös lángos, nyilván. De az már volt egyébként. Tessék, te jössz, talált ki. Sáfrányos kurkuma, parajos paparderivel, vargányás rikottával. Nem. Na, akkor mi? Nem rossz egyébként, nem. Azért érdekes, mert egy saláta lesz, de dinnyéből. Mert a dinnyét mindig úgy ismerjük, hogy ugye a finom hűsítő gyümölcs, és most találtam egy receptet, ami egy ilyen fetás dinnye saláta. De ettől miért féltünk ennyire? Azért, mert hogyha ezt nem... Nem tudod, hogy kell mondani, hogy nem eszik sokan salátának, arra gondolsz? Hát, ki eszi? Azt úgy eszed, hogy egy nagy szeletet levágsz belőle, és szépen elfalatozod önmagában. Hát, vagy egy kis sonkát a sárga dinnye. Sárga dinnye, de ez görög dinnye, és feta sajttal van, meg lila hagymával, érted? És ezért volt érdekes a dolog számomra is. Megcsináltam a dolgot, és eltűnt az egész, tehát de nem kidobtuk, hanem megettük. Ez van, és grill szezon van, úgyhogy egy csirke mellett próbáltam fogyasztható állapotra hozni, mert én magam nem eszem meg a csirkének ezt a részét, mert ahogy szoktam volt mondani, ha már lehet húst is enni, akkor minek együnk csirkét, de egy mézes csilis kis ilyen pácba van benne, és nagyon jó lesz. Grillezésre és serpenyőre is, de mondom, az igazi különlegesség az ez a saláta, ami ilyen tök finom lett. Egy csipet kurkuma sincsen benne? Semmi, egy darab semmi? Sem. Sehol egy kószal rukkola? Azt a makom alá kentem most, mikor rátam gondoltam. Sehol egy pici rukkola, sehol egy jó bazsalikon semmi? Van benne, nagy kis bazsalikon. Egy sáfrány a gatyádban. Némi fenyőmag. Tőled kaptam kölcsön. Fenyőmag, semmi, csak egy sima saláta és csirke mellett. Kis bazsalikon van hozzá. De kinek jut először eszébe
be, hogy a dinnyéhez hagymát tegyem, vagy a hagymához dinnyét. Erről beszélek, érted? És ezért érdekes, és jó, működik, és tényleg finom. Már általában ezek úgy zajlanak, hogy Feri megérkezik csütörtök hajnalba, betérdel a hűtőre, éhes vagyok! Mi van itt, sajt meg ilyen? És az, na, egész jó. És másnap ebből recept van, tehát ez egyszerű. Görögök nyomják ezt. Látom, Feri Micsére is vigyázol. Hát persze, figyelj, akárhova megyek, az, na, tudjuk, hogy iszol, gyere. De mondom, nem, képzeld el, nem iszom, vezetek, meg dolgozom. De tudjuk, hogy na, hát iszol. Egy kontyalávaló. Iszol te. Pont minket sértesz meg. Igen, tudjuk minden, most itt nem iszol. Jó van, Csabikám, milyen zenék lesznek? Remek zenék? Egyrészt folytatódik ugye a Klasnyár 2015. Fogod még hallani, mert még amíg nyár van, ez zajlik. És még ma be lehet gyűjteni a lehetőséget a Script koncertre. Azt nem akármi. Úgyhogy ma még minden órában tessék figyelni. Emellé meg hozok egy Dioro nevű ilyen félig amerikai, félig mexikói DJ-t, aki 14 éves korában már ott a helyi Los Angeles-i klubokban nyomta, és aztán egészen odáig jutott, hogy például most legújabb dalához a Chris Brown kérte fel, hogy énekeljen. Ezt hozom nektek, Five More Hours a címe. Nagyon jó. Tempós, jó hang benne, hát Chris Brown ugye alapvetés ebben a műfajban. Hallgassátok, ajánlom. Meghallgatjuk, jó. Na, péntek? Most esetleg. Bizony. Bizonyám. Hétvégézni megyünk, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hétvégét, vigyázzatok magatokra, már jön a jó idő, délután, Budapest felett is jó idő lesz, hétvégén pedig már tökéletes. Így van. Strandidő. Elmondtunk mindent? Elmondtunk minden. Jó van, Csabikám, jó munkát, jó? 555-55-00 a telefonszám. Hívjátok Csabit, mi pedig jövünk hétfőn. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.